Szeretettel üdvözlök mindenkit az Elden Ring Shadow of the Erdtree című játékának, nem, DLC-nek következő epizódjában. Sziasztok! Na, hát túl vagyunk itt most már egy brutális Shivery kettőzésen, aztán mi volt még? Várjál, Chuchu Charles befejezés, aztán most utána volt Alt F 42 című játék, és végezetül Elden Ring. Hát jó, vágjunk is bele! Több dolog van, amit szeretnék megnézni. Többek között az, hogy a tegnap levert bossnak a lelkéből nem kapnánk-e valami értelmes fegyvert. Azon kívül pedig, hogy nem szerezhetnénk-e új fegyvereket, mert most egy bossnál vagyunk, hát igazság szerint rá is mehetünk, rápróbálhatunk. Megnézzük, hogy, hogy elverjük ezekkel a kalapácsokkal, vagy inkább csináljunk magunknak egy új fegyvert. Mind a kettő reális. Aha, ez az, amelyik rádugrik és megver. Jó, asszimilálódnom kell, úgy érzem, asszimilálódni kell. Vannak lelkeink? Nem, nincsenek. Akkor nincs mi miatt aggódni. De most nagyot verszám. Tegnapi epizódunk végén... És beharap? Beharap, persze. Tegnapi epizódunk végén elmentünk, hogy feltápoljuk a flaskáinkat. Mostantól kezdve sokkal-sokkal jobbak lesznek a visszatöltések HP ügyileg. Az arany hipopotámus című boss áll előttünk, ez nem más, mint egy... Viziló. Extrákkal. Igen, ez hipó javából. Most megint meg ez a vége. Na hát, igen, szóval amúgy alapvetően nem egy nehéz boss, tegnap jobbakat is mentünk rajta. Szia Medi, jó estét, hogy vagy? Szia Tírne. Szia Whispering, szia mindenkinek, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Én azt gondolom, hogy meg tudom csinálni, viszont target lockot ki fogjuk kapcsolni, mert azt látom, hogy felesleges. És lehet, hogy ránézünk egy Electrify armamentre. A kis elektromosság az minden játékban jó tesz. Na nézzük, tehát nem nyomok target lockot, csak megyek és verem. Ez szemét. Mert ekkora méretű bosszok esetén én azt gondolom, hogy több értelme van annak, hogyha az ember nem szivatja meg magát azzal, hogy mindig középre fókuszál. És átugrottam rajta, látod? Na ez a target lock ereje. Illetve negatív hozománya. Nem is tudja, hogy hova ugorjon. Hát persze, mert nem vagyok az orra előtt. Au. Feléveri. De ilyen ez a Feri. Feri, gyere! Feri, te szarházi. Kétszer nyomja, jól van. Amúgy nem volt rossz ez a próbálkozás. Nem is látsz semmit, csak a nagy fogakat az arcodban, nem? Ez kb. Olyan, mint hogyha egy nagy száj lenne fogakkal rajta, és egyébként az állat maga kicsi. Hogy is volt, amikor a vírus nevű gyerek Székesfehérváron ott megmondta izét? De szép nagy szemed van, vagy csak a fejed kicsi? Ugye? Hopp! És beugrik a szájába. Na figyelj oda. Most erre rányomsz egy ilyen healinget, de ez már rossz, tehát ilyenkor nem lehet healelni. Oldalról veri. Ez a Feri. Ez a Feri, aki a vizilónak oldalról veri. Ez kettő healing, Feri. Azt a rohadt mit vetődik, na jó. Kezdődik a boss fight, 1816-os damagék, kiugrások a boss alól, mehet. Hoppá, szar helyen vagyok, azért történik mindez. De hogyha ezt beviszed, ha ezt beviszed most, felhílesz. Holy shit, ez mi csinál? Kicsit átalakulni látszik, Szenik. Nézd, mekkora lett? Oda nézd, na ilyet még nem láttál. Lement a stagger bárunk, attól tartunk, de 2000 damage azért belepereg néhol. Inkább ígyunk, csak nem hagyja, látod? Abszolút agresszor. Most mit csinál? Szétfújja a tüskéit a szél minden irányába. Ez amúgy szerintem nem is hipopotámusz, mert az nem így működik. A természetben ilyet te nem látsz. Ezt tudod, hogy micsoda? Ez az a... Az a sül. Sül a neve. Igen, ilyen tengeri sül. Ő az, akinek rendelkezése van tüskék fölött. Állítólag még mérgezőek is. Harapni akarsz? De most ez neked nem fog menni. Jó, én mellé futottam. Szenik. Holy shit. Mi történik ott? Most tényleg nem tudom megütni? De meg tudom, ha akarom. Ki kéne csapni neki, nem? Ez nem szar így. Júj, azt a ilyet nem is láttunk még tőle. Majdnem meglett a boss, mit akarsz?
Ahhoz képest ez teljesen jó volt, hogy itt szórakoztunk csak rajta egy kicsit. Még az is lehet, hogy mindjárt megvan, mert nem tűnik nehéznek amúgy, meg nagy a damagénk. Ki kéne csapni, az biztos, hogy nagyon élvezni. Szerintem itt még nem kell átmennünk a fegyverekkel extrákba. És ilyenkor jön. De akkor is elér, ha nem akarod. Aha. Jó, nem baj az. Na, ez nem volt így jó. Ez sem volt így jó. Erősül, vizilúr, rinocérosz, ronda, vakord, vakond, igen, vakord. És megint harapsz, te szemét. Aha, igen, csak máshogy, jó. Megüthetlek végre, köszönöm. Nem, mert ezt láttad, mit csinált? Megemelte a testét, mert szar helyen állunk. Target lockot azonnal kapcsoljuk ki, abszolút nem jó. Nem szabad azt használni. Az elején, amikor belendülünk a fightba, brutális módokon lendülünk bele, akkor lehet látni, hogy azon múlik nagyon sok minden. Tehát, hogy kitántott szájjal jön bele a szívásba, vagy pedig ez... Most fogom feltápolni, akkor biztos, hogy lassan jön, ugye? Igen, tehát ilyenkor kitáltott szájjal jön. És egy jó ugrás, nagyon, nagyon szépet ment rajta. Ilyenkor ezt meg is érdemlem, nem baj az. És már csak néhány ütésre vagyunk a célunktól, ugye? Igen, pontosan erre gondoltam, látod? Mert ilyenkor be lehet neki vinni, erszaj be lehet. Tehát ezt tegnap kitapasztaltuk ilyen egy-két try alatt, hogy 4800-at beleteszel, aztán röhögve mész hazafele. Az úton. Itt a szenik bekeményít. Nyilvesszők érkeznek. Nagy desselések. Segbeveri. Stamregen. Ne felejtsd el. Hoppá! Amúgy nem nehéz. Hú, ez ölt meg minket a múltkor. Emlékszel? Most szarul jött ki. Ez már nagy flaska lesz, hogyha beengedi. De szép ugrás volt. Átugrott fölöttem. Ajjajajajajajaj. Fél HP-ig leraktuk, nagyjából egészen értelmesen. Target lock nélkül, 969, 1938, nem engedte be az utolsót, ott pedig aznak be kellett volna mennie. Vigyázz, vigyázz, mert hogyha healelsz, akkor harap. Kemény ez, mint a rohadás. Így áll, megy, durva lesz. Jó Isten, de meredek, van még támadás? Igen, de itt nem. Jó, mehet, kész, 7 HP van, ez szerintem most meg lehet akár. Csak óvatosan kell, mert nem szereti, ha kiveri. De ilyen ez a Feri. Holy shit. Most odáig elment. Vigyázzunk, hogy ne tártsa ki a száját, mert... De jó, mindegy. És ilyenkor hagyja, hogy... Nem, csak hogyha hátradesselsz, akkor hagyja, hogy igyál. Szép volt. Elvesztettem a kontrollt, az a baj. Ez még jó lehet. Ha eltalálod, akkor nagyon jó lehet. Ha nem találod el, akkor tök mindegy, mit csinálsz. Utolsó HP-nk volt. Most kell okosan. Holden hippopotámusz. Kajak nem hagyod? Nem találta el! Nem találtál az utolsó csapásnál, édes Istenem Feri, hát de hova raktad le azt? Jaj, szia Lilian, nem há. Jó pihenés, sziasztok, szép estét, szia nincs, hát ez látszik, hogy ez bennünk volt. Csak Feri félreütött sajna a target lock hiányában. Lehet, hogy be kellett volna kapcsolnunk ott az utolsó csapásnál már. De ez látszik, hogy bennünk van, ez megvan nekünk ez a boss. Bent volt jó felaplikálni a lightningot, vagy tök mindegy lehet? Ja, nem is így kell átmenni, várjál, mindjárt rájövök. Kemény ez az Elden Ring. De esküszöm, hogy dodzsolod ki azt, te szemétláda? Hogy dodzsolod ki azt, ami megesz? És nem hagy időt arra, hogy healejt. Pont úgy van időzítve a támadás, hogy a healingre beveri, igen. Ez az okosan nem merem megkérdezni, milyen az agresszív. És miért mondod? Egy kicsapás mindenképpen érdemes volna. 7 potting még mindig van. Stream meddig tart? A végéig, hallod, nincs. Nagyon durva lesz. Aha, itt ráharap. Mindegy. Jó ez. Haladunk, az a lényeg.
Olyan még nem volt, hogy a vége előtt állítottam volna meg. Pedig már 5,5 éve megy. Már 2 éve és 2 hónapja minden este. Na még egyszer. Átállsz, így. És ilyenkor megküldi. Ilyenkor a szájával jön. Nem volt. A vége előtt nem lesz vége mappon, nem. Ez direkt ki van számolva. Vannak embereink, akik számolgatják, hogy hogy mikor kell a végén megnyomni a gombot. Semmi ok nincs az aggodalomra, ők már profik ebben a dologban. Hagyjál már egyet, hílenítem majom. Nem hagyja, hogy alá dessel. Nem, alá lehet, hogy nem is kellene mondjuk desselni. Köszönöm szépen, nincs, köszönöm. Mindjárt megvagyunk, hát az előbb látszott, hogy az utolsó ütés ment igazság szerint félre, ami annyira csicska volt, hogy el se ittem. Pedig amúgy az ott nagyon szép volt, főleg az elején, amikor a stagger, tehát a poise-t megtörtük ugye rajta, az nagyon-nagyon nagyot ment. Még egyszer. Miért a körrel akarok bemenni? Á, te szemét, pedig már cikáztam. Nem ez lesz a módja. Mi lenne, hogyha itt ilyenkor azt csinálnám, hogy... Ez jó. Ez szar. Ez jó. Ez nem szabad. Nem jó. Ez jó. Ááá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 
Olyan alapvető dolgokat nem vettünk fel ebben a játékban, mint a Golden Vow, azt hiszem, a Flame, Grant Me Strength. Ilyen cuccok, amiket a másik build-en ugye mindig használunk, hogy fel legyünk tápolva. Ezt se szoktuk például használni, pedig ez is lehet, hogy tök jó dolog. Mindjárt kiderül, hogy a kett... Nem nyom... Ez kioffolta a Lightningot? Ja, hogy csak ennyit kellett volna csinálnom eddig? Most komoly tanulás volt, láttad? Most azért megtanultuk rendesen, hogy mi van. Stamregen. Hú, azt hittem, hogy most megint nagyra nyitja a száját és... kemény benyelések következnek. Targetlock ki. Lehet. Nem találja el. Ő se engem. Ez kettes ugrás. Tripla is lesz, igen. Nem látunk. Chillezés, rajzolás, Móki stream. Ó, mit rajzolsz, mesélj? Olyan szépeket szoktál rajzolni, látom mindig őket feltöltve a Discordon. Ez egy jó kis játék lett ez a DLC, na mehet. Ez a hippopotámus szerintem nem is olyan boss, ami opcionális volna. Ezt szerintem mindenképp meg kell csinálnod. Ez megint jól sült el. 4077 benne van, 6000 benne van. Még egyet. Na gyerünk, még egyet. Ott van, te szemétláda. Most az van, hogy nem látom, hogy hol állok. Itt már healenem kell sajnos, mert nem értük el. Szerintem benne volt a fogdorban. A foggate-ben. Ezt nem így kellett volna, ugye? Persze. Ú, de nagy mákok peregnek. És a dash. Kettő. Ne felejtsd el, hogy kettő a dash. Ez fáj. Nem is látjuk, hogy mi történik, de nem is kell nekünk ezt látni. Ez szemét volt most tőle, nem láttuk, hogy jön. Nem is tudtuk volna lereagálni, túl közel álltunk a szájához. Ez szép, ez nagyon szép most ez a try, gyönyörű. Nem találja el. Olyan ez, mint egy sárkány. Kétszer kell rajta itt a dash nyomni, már megtanultuk, oké. Okay. Ott egy csapás, még egy. Nem jó, mert a targetok nem segít. Ivás. Ráfekvés, kettő, mehet. Nem találja el. Itt most segítene a targetok, esküszöm. Egy, kettő. Kevés az a stamina nagyon. Hát, te szemét, pedig nagyon jól álltunk most. Ez már a tanulási
folyamatnak egy előre haladottabb állapota, amikor már tudjuk, hogy milyen mozdulatok vannak benne. Nem sok trájunk van rajta, szerintem 10-en alul vagyunk még mindig. De elképzelhető, hogy mindjárt megvan. Ronda vakon szerelem gyere, igen. Ilyen családban te is morcos lennél. Electrifyal még egyszer. Á, azért is beharap, mert egy majom. Vagy hát nem tudom, de valami olyasmi is lehet ott a családfában. Kétszer is megküldi. Szarba vagyunk, mert benn vagyunk a sarokban. Hadd menjek már. Jó, mindegy. Nem tudtam kijönni a sarokból egyszerűen. Három lépést tudtam tenni felé. Az életemet a 14-esre kellett volna feltenni. 3 milliót fizettek volna állítólag érte. Na mehet. Ja, meg kérdés tényleg, mi történik, hogy a shield-el nyomnánk ilyen visszacsicskítót a guard counterrel? Nem engedi. Elközel újabbat, pillanat a koponyásra ez a téma. Jó hangzik amúgy. Kemény koponyákokban. Eddig nagyon szép. Egy. De mellé rakja. Most kicsapom. Ott is van. Most kellene bevinni neki. De miért a másik oldalon van? Na hagyjad már a hülyességedet. Ez tök gáz, hogy a másik oldalra teszi be ilyenkor. Ugrás, igen. Nem láttuk, hogy a szájába ugrunk sajna. Ez fájt amúgy. Nem adja be. Mi közel vagyunk, csak semmit nem látunk, ugye. Ez fájdalmas. 7 HP még mindig van. Jaj, hogy nem találtál el? Ott az jó lesz. Szart nem látsz ezen a bosszon, látod ezt? Mennyire nem látod? Ki van csapva, beszarsz. Most ez jó lehet? Nem lehet jó. Nem, nincs is staminám, nem éred el. Á, de ez tök szar, hogy nem éred el. Utána ilyen hülyeségek miatt purcansz ki. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, vége. Így is van, hát nem nehéz ez. Meg is vagyunk vele. Megkaptuk a Thorns Crucible bigyulát és egy Skadu Tree fragmentet. Gyorsabban készen voltunk vele, mint ahogy gondoltuk volna. 200k van ott a földön, és több irányba is el lehet innen menni. Ezt gondolom, hogy még zárva lesz. Köszönöm a GG-t. Az a másik oldalas. Lehet, hogy végig kell mennünk a Shadowkeep-en. Megkaptuk a Remembrance-ét. Lássuk, hogy mennyi kell a level up-hoz. 60. 60.003. Tudunk egy blessinget nyomni. És a 60.000-et amúgy meg tudjuk csinálni inventory-ból. 7500. 17x500, akkor nem tudjuk megcsinálni, ez kevés, ami itt félre van téve. Jó. El kellene mennünk közben, lehet, hogy fegyvert fogunk tápolni. Innen folytatjuk ezt. Vissza kell amúgy menni? Ezt most elrontottam, bocsánat. Vissza kell menni ide a Lost Grace-hez, hogyha szeretnél fegyvereket felerősíteni esetleg? Megnézzük, hogy miket kaphatnánk a Remembrance-ekből, mert amúgy meg elképzelhető az is, hogy valami jó fegyver jönne belőlük, vagy ha nem is jó fegyver, de rengeteg XP. Tehát, hogy lehet, hogy két szint benne van a karakterünkben, amiről nem is tudunk. Azt mondja, hogy a Dancing Lion, ezt meg is dupláztuk egyszer. És ez mit adott? Storm potenciál növelés. Affinities and skills to an armament. Hát ezt nem szoktuk használni, tehát ez felesleges. Relana Twin blade-jei Light Great Sword. Na ez? Király! Intellektust kellene növelni magunkon. Oda néz, Fire és Magic Damage-ben. D-scaling 4 különböző statból. Ez jó, ezt én szerintem kiveszem. Egy Great Axe. Ez annak a szarnak, igen, a Putrescence Knight-nak a fegyvere, az Arcane-ből kell, és ez Frost Build-upot csinál. De ez is lehet, hogy egy rohadt jó fegyver. Csak kérdés, hogy karakterünk hogy fogná? Mert szerintem ugye a boss sokkal nagyobb,
és ő két kézre fogja a két végénél. Szerintem a mi karakterünk csak az egyik végénél tudja lóbálni ezt, hiszen nem éri át, nem olyan hosszú a karfesz távolsága, vagy valami ilyesmi. A kettő Light Greatswordot én kipróbálnám. Bár nem kifejezetten STR, de ezt kivenném. Ezt meg, hogy kivesszük, azt nem tudom. Érdekes, hogy nem kaptunk a izéből. Feltápolási az jó lesz, várjál. Hogy is volt ez? Hol a inventory? Aha, mindjárt megtalálom, hogy hol kell beharapni a cuccokat hozzá. A lelkeket, amiket felveszegettünk. Egy van mind a kettő fragmentből. Összeszedtük a világ összes szígyét. Ja, és aha, van egy csomó ilyen fejlesztő itemünk. Abból amúgy lehet, hogy vásárolnunk is kell majd. Hova raktuk ezeket a lelkeket? Ja, ezek azok, aha. És azt, hogyha elhasználod a Dancing Lionnek a Remembrance-ét, akkor mi lesz? 30 ezer. Figyelj, az nagyon kevés, 30k. Én azt hittem, hogy ebből valami értelmes mennyiséget fog kidobni a játék, de a 30 ezer az nagyon kevés. Akkor lehet, hogy nem is tudjuk feltápolni. Hát... Kettő külön fegyvert is megérni megnézni, hogy milyen. Azt hiszem, hogy ez a csaj, ez még mindig itt van. Hogy nem okollak én azért, hogy így tönkrement itt minden. És spirit tuningot fogja nekünk folytatni, mint ahogy eddig is. Milyen rendes? Aha. Mi történt Hugh-gal? Hogy ki fog az öreg Hugh égni, ő tudta, hogy ez lesz a vége. Aha. Jó, hát figyelj, most ez akkor ennyi. De ki volt az öreg Hugh? Én már nem is emlékszem rá. De ma izére gondol a kovácsra. Remélem, hogy nem veszett el innen. Azok után, hogy tényleg káoszt és pusztulást hoztunk el az egész világra. Egy jó ending döntéssel, de nem ő az. Hogyha most megerősítenénk egy-kettő fegyvert. Ez egy új verzió, a Blade of Calling. Úgy néz ki, hogy a Sand Damage-et csinál. Nem is emlékszem, hogy láttunk-e Sand Damage-es daggert a játékban eddig. Kihúztuk ugye a dupla Great Swordot? Eleonorának a Pole Blade-je. Na ez is egy vicci fegyver, csak nem nekem. A Vike-nak a War Spear-je. Q.E. Dick. Az nem huge volt amúgy. Szia Iván, jó estét, hogy vagy? Tehát egy olyan greatswordot keresünk, ami nem straight. Ez az, aha. És akkor ide kellene intellect pont. Na de hát hány darab intellect kellene hozzá? És a somber smithing kavicsból lenne. Én ezt megemelem, esküszöm. Lehet, hogy rátolunk 16 pontot arra. És van még egy, az Iron Greatsword is vicces, mert annak is hatalmas nagy damage-e van. Van egy Solitude? Aha, na ez kellene nekünk használni. Ezt dobta nekünk a legelső boss, akivel találkoztunk ugye a játékban. Mind a kettőt fel fogjuk tápolni, ehhez is somber kell? Ezt csináld. 3-asból, 4-esből, 5-ösből, 6-osból, ilyen sok van nálam. Hát ez felmehet akár az egekbe, nézd meg, A-scaling STR. És akkor a 10. szinten megmarad A-scalingben, de nagyon nagy a damagéja. Van egy csomó Somberation Dragonstone-om. Esküszöm, ezt megnézzük, hogy milyen. Figyelj, Twin Blade. Lehet, hogy jó lesz. Amúgy is ott van a világ összes ilyen fejlesztő item, egy DLC weapon még nem használtunk. Még az is lehet, hogy jó lesz belőle. 161, mínusz 64, tehát 16-osra el kell vinni, hogy a Magic Damage ott legyen benne. És átmegy minden scalingje C-be, az vicci. Guts Cardben, az fel van már húzva, az maxolva van. 10-esre felrakni, csak az a baj, hogy egy darab Somber Ancient Dragon kavicson van. Az jó volt, hogy a másikba beletettük. És hogyha annak párba állítanánk egy fegyvert, akkor mi lenne az eredménye, nézzük meg. Hát ugye, az arról a kardról beszélünk, amelyik a lovagnál volt. És azt nem itt kell keresni, aha, hanem az valami kisebb darab, így van. Azért ennek is rohadt nagy álma damagéja, 300 és 769, és mivel ez egy greatsword, azért gyorsabban veri, mint a kolosszális greatsword.
Ez 401 plusz 354, ez 294 plusz 469. Jobb a scalingje ugye, nem mint egy A-s vagy B-s vagy C-s. Ezt hogyha beteszed a kezedbe és mellé teszed Ordovisznek a nagy karját például, már is ott tartasz, hogy a brutalizátor beindul, és akkor ennek meg holy damage-e van, aha. Jó, de a Blasphemous Blade-el is jót lehetne a fire damage-el szórakozni, és ez most levett minket medium load-ba, és hogyha felöltözünk solitude-ba, akkor viszont ott leszünk ugyanott, ugye? Ezt a medium load-ot ezt meg is fogjuk tartani, azt mondja, hogy... Gyert, kiokoskodom én a mi buildünket erre a DLC-re, elgetitek. Főleg most, hogy levertünk egy boss-t. Ez az. Medium load még mindig. Ez nem is fog felmenni szerintem durvába, ez így megmarad. 88 per 128. Jedd meg. És itt nem tudunk támadni, de itt nem is kell. Jó, megnézzük majd a másik fegyót is. Egyőre itt most megmaradunk ennél, mert nem tudjuk, hogy az ott jó lesz-e. Itt voltunk fent. Main gate lázában, és ide is megyünk vissza. Gátszkardozni akarnál? Kicsit lassú ezekhez a bosszokhoz itt a DLC-ben. Az alapjátékban keményen verte. Itt egy kicsit talán kevés. És látod ezt? Ez olyan, mint a két nagy kalapács, csak egyszerűen gyorsabb. És mi lenne, hogyha... Aha, így, és várjál. Tehát egy kézre, két kézre fogod. Azért ez azért eléggé gyors ahhoz, hogy mekkora damage van. Ez gusztustalan. A heavy attackja, amit csinál. Ide-oda veri. És szép ez a kard, meg szép ez az armor. Hát teljesen meg vagyok vele elégedve. Menjünk erre. Mit csinál ez? Ja, ez volt, amikor lecsap a földre. Azt mindjárt kipróbáljuk. Nem hagyott el minket? Mesmer, Queen Marikának a fia. Soha nem hagyta volna ő felsége hátra a saját vérét, meg a húsát. Aha, ezek most itt teljesen kivannak, hogy történhetett meg ez mégis. És nem akarják elfogadni az igazságot. Figyelj! 1705-öt! 1705-öt! Normális vagy, de hiszen az nagyon sok volt. De 1104-et ver a DLC kar 10-es szinten. Hát de hát ez írdatlan kell. Nézd már meg is, milyen gyorsan 3000-et beletelsz, ez hülye. Hát ez egy full next level shit, full next level. És mennyit nyom kritikában? Instant killeli. Ugrásból is veri. Tök jó, hogy nem lendíti jobbra. Melyiket öljük meg? És a poiszt képes megtörni. Nézd már meg, hogy mennyivel OP-bb ez a fegyver. Jézusom. Még jó, hogy eszembe jutott, hogy meg kéne próbálni. Itt is van valami erőszakoló. Jó, hogy eszembe jutott, hogy meg kéne nézni. Mondta nekünk tegnap kedves barátunk, hogy ne felejtsük el, hogy a DLC-ben nem véletlen vannak DLC fegyverek. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni néhányat. És tényleg itt van, tessék, itt van, brutális. Ki lehet ugrani ott jobbra a fákakhoz. Én azonban még ezt megnézem itt. És azt ugye nem tudod fel-electrify-olni. Aha. De ennek nem megy be az áldás. Jééé. Na menjél már azt a mindenit instant kicsapásokban. Jó, hát innentől lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz a DLC-ben való előrehaladásunk. Ez egy shieldes Ferenc, vigyázz. Erre vigyázni kell. Visszamegyünk ide lentre. Ki kell baitelni, hogy ne bánthasson rendesen. Legalábbis ne úgy, ahogy ő akarja. Azt a rohadt mindeni. És még mindig küldi neki. Lol. Úgy érzem, hogy írdatlan nagy erősítést vettünk most a karakterünkre fel ezáltal.
Volt még egy ijász szemben, számszerű ijász az igazából. Szétlövi az asztalt egyetlen lövésben. Nem számszerű ijász. Mit csinálsz? Ez egy Black Knight. Igazság szerint a DS-ben szoktak ilyenek lenni, ugye? Hallod? Hallod? Hogy lehet, hogy ilyen sok staminából ennyit bele lehet tenni? Iván, mit szólsz ehhez? Shadowrealm Rune. Most már biztos, hogy lehetne szintet lépni a következő helyen, hogyha leülünk, akkor szintlépést fogunk majd. Itt lángok ezek, vagy? Milyen jól néz ki ez az egész hely. Sőt, az egész Shadow Castle szerintem marhára jól meg volt eddig csinálva. Nem azt mondom, hogy nagyon eltérő volna mondjuk az előzőekben látottaktól. Kb. Minden várkastély ilyen volt ebben a játékban, a Lens Between-en és azon túl is. De jól néz ki. A piros íjat akarod? Na, mi kezünkben kisebb lenne, hidd el. Szarsz. Nagyon szépen működik. Félek, hogy itt belefutok valamibe, ami nem kellene. Serlington, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásodat. Köszönöm, hogy csatornánk adtad a Prime-odat. Jó Isten, tartsa meg ezt a jó szokásodat. Nagyon szépen köszönöm a megelőlegzett bizalmat. Nagyon hálás vagyok neked, tényleg. Ha hiszed, ha nem, köszönöm szépen nagyon. Nagy király vagy. Látod, hogy mit perizett a gyerek? Ez kicsapás lesz neked, igen. Minden eddigi fegyverünknél erősebb ez. A gyorsasága, és az, hogy ráadásul rohadt messzire elér. Új, találtam egy liftet, és nem kifejezetten a lift felé akartam volna menni. Még le kellene mennünk ott a fához is, megnézni, hogy ott mit találunk vajon. Piros íjat akarja, Iván. Ezt nem tudom, amúgy biztos, hogy ki tudják dobni. Lefele is lehet menni, arra is lehet. Erre mondjuk talán zsákutca van, menjünk erre. A kis szarok elhiszed, hogy kijönnek? Jaj, de tudtam. Jaj, de annyira... Annyira From Software volt, hogy megjelenjenek azok ott. Ajjajjaj, a levegőben kapta. Júj. Mondjuk most én is a levegőből. Egy Radafruit. Mit akartam még otthon megcsinálni? Ja, semmit. Megnézni a Remembrance-t, és utána... Jaj, szavasz. Felerősíteni a fegyvert, akkor mindennel megvagyunk, ami így most előzetes tervem szerint akart volna megtörténni. Most már csak nyomni kell neki. Itt is le lehet mászni. Hú, ez valami ladder ahead. Igen, milyen igaz? Ez valami olyan hely, ahol itt... Ez titkos helynek tűnik. Nagyon közel vagyunk itt a lezvonáshoz. Door ahead, aha. Nem, ladder ahead. De már megint, három utunk van. Az egyik a fához megy le. Van egy itt rendesen teljesen le a mélybe. Van egy másik, ami a lépcsőn ment le. Vissza kell majd teleportálnunk az előző ponthoz. És amúgy szintet kéne lépnünk. Szerintem az intellektre rányomunk egy pár pontot, hogy kipróbálhassuk azt a másik fegyverpárost a... Ja, hogy ez itt egy painting. Egy szép festmény. Meg kéne találni a helyet, amit mutat. Domain of Dragons. Tök érdekes, hogy ide is tettek ilyeneket. Mi van? Tényleg volt itt egy titkos átjáró. Ez most a világítás? Ez a világítás a javából, igen. No horse ahead. Itt nem nagyon lesz lovacskázás. Ja, hogy arra gondoltak, mi csinálsz? Wow! Hát ez... Ez DLC a javából. DS2 DLC. Oda néz. Magadra húzod és akkor mehetsz. Elég érdekes kitaláció, hogy itt mennyire teljesen magától értetődő és normális dolog befeküdni egy koporsóba és egy vízesésen lezúgni vele, nem?
Lehet, hogy valami nagy boss arénánál fogunk kikötni esetleg. Ez egy titkos zóna, szóval opcionális lesz a terület semmiféleképpen. Szarkofág, bocsánat. Igazság szerint a szarkofág az nem egy koporsó. Tehát, hogy ez egy opcionális terület, akármi is legyen itt bent. Ja, most lehet lejönni ide. Nem az. Jó, bocsánat, rosszul tudtam. Nem a holtak szoktak belefeküdni. Skadu Altusnak az alsó részén vagyunk. És ott van, nézd meg, egy Giant, amelyik éppen fekszik. Mennyi intellekt kell? 6 szintnyi talán? Átrahagyjon meg, 6 szintet kell belepocsékolni, de nem baj, előbb-utóbb meg lesz. És az 60 damage pont a Magic Damage-re. Jó ez, jó ez. Bérünk nagyjából amúgy is kb. Megvan. És csak itt összepusztultak ezek a kolosszusok és a furnács Visage, amit ugye ők szoktak dobálni, az innen könnyen kilútolható. És itt lehet lóval is menni. Amilyen kesztyűjé kéz, akkor a szarkofág is egy koporsó. A sék, a szarkofágba szokták a koporsót tenni, arra gondolsz? Rengeteg ilyen Visage van. Ezekből a tárgyakból láthattuk már, hogy lehetne csinálni ilyen nagyon brutális űztornádó consumable item, nem consumable, mondjad már, throwable itemet, tehát ráhajítod a bossra. Elképzelhető, hogy itt mindjárt feláll az egyik, és azt mondja, hogy várj, én boss vagyok. Hallod? Hát így legyen ötösöm, na várjál. És most ezzel a karddal kell menni rá. De ez nagyobbat ver. Ez most nagyobbat ver, mint a másik fegyünk. A kalapács, ami ugye lassabb volt. Itt most a sebesség. Ez pereg bele. Egy dolgot nem tudunk viszont. Ugyanolyan stagger power, igen. Igen, ugyanolyan stagger power van benne, nagyon jó. Stamina regent meg kellett várni. Hú, ezt nem gondoltam, hogy ezt megcsinálod. Elnézést kérek. Hát, ezt nem tudtam jobban. Eddig szuper. Így, és mehetünk. Ez is gondolom milyen erősebb fajta, ugye? Nem fog tetszeni neki, amit művelek itt most vele. Menjünk át a hátsó lábához, az jobb lesz. Uti megölésre szánták. Hármat megvertünk, nem láttad? Előző epizódban erről szólt a játszás, hogy hármat legyőztünk ezekből. Tiadózer, mi a helyzet, hogy vagy? Jön a második kicsapás. A harmadiknál elfekszik. De az még nem lesz elég sajna. Ennek látszik, hogy hiába van több damage-ünk, nem ennyire könnyű a dolog. Várjál! Jó Isten, de nagy szerencse volt. Az aztán nem mindegy, hogy merre felé fog elborulni majd. Közel volt, nagyon sajna. Ez a robbanás az írdatlan. Átrébb kell majd menni. Sokkal gyorsabban veri most a Feri. Leszállunk. Mehet. Nem, nem voltak kisebbek szerintem, ez ugyanekkora volt kb. És most még háromszor be kell nekünk verni. Iszonyatos. Ja, 67 ezer, az nagyon HC, jaja. Ezt elrontok. Nem, ez jó volt. Stamregen. Szia Spectra, jó pihenés, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyjából már vágom a ritmust, az jó. Megvan a kicsapás. Most tényleg? Ez hogy lehet, hogy ennyire gyorsan kapja? Lehet, hogy a talpánál jobban megy bele. Ezt nagyon kaptam, de szerencsé, hogy nem pont rám lépett, wow. A
második kicsapás is megvolt. Közel vagyunk így már az igazsághoz. Dupla ugrás. Mindkét részről. Ez már nagyon szépen megy, főleg ezzel az új karddal. Sokkal jobb, mint a fejszénk, látod? Sokkal jobban megy. Van egy csomó időnk, de nem is kell vacillálni, ez bemegy és kész vége. Ez volt a... És igaz eső? Nem. Ez volt a negyedik ilyen kolosszus, akit elvertünk a játékban. Hogyha megnézzük, hogy milyen tíreket adogattak eddig az inventory szerint. Ó, hogyha ezt megiszod, akkor mindenkit olajjal von be a környékeden. Ez furi. Ez 22.500 rúna, most 50.000 van nálunk. Felvetünk még egy kettőt, ugye? Azokat is mind meg kellene nézni, de szerintem azokat... Várjál, ez? A Lord of Blood átkát leveszi rólad. Ez kellett volna Mókhoz. Ne csináld. Mógnak az átkát levette volna. De nem baj, mert anélkül is megvertük, és ráadásul szépen, úgyhogy nem volt szégyenkezni való ott amiatt. Itt kaptunk új cuccokat, csak ki tudja, hogy melyeket. Így Giant írtás közben tartasz nyári szünetet? Nem. Nem tervezem. Miért kérted? Szignifikánsan csökkenti a damage-et a Mixed Physique flaskában. Mit csinálsz? Aha. Minden stamina consumption-t levesz, tehát akkor verheted a végtelenségig, az is vicces. Azt, hogyha berakod, akkor robban egyet a környék. Ez ugyanaz, mint a kettő? A Raptured? Na, ez nagyon furcsa. Nekem is járna a pihi, de hogy is úgy érzed, hogy ki vagyok az élettől? Én el vagyok, nem érzem azt, hogy most nagyon izé rossz volna bármi is. Lehet, hogy lesz esetleg családom, nagyon mondja, hogy menjek el vele nyaralni. Lehet, hogy lesz olyan. Teljesen igazuk van. Gyerekkorom óta nem voltam nyaralni szerintem. Maximum fesztiválokon, de hát az nyilván nem ugyanaz. De hát még azt sem nézték meg, hogy hová mennének, úgyhogy. Meglátjuk, meglátjuk. Nem van rossz, én szívesen töltenék velük időt nagyon is. Ez valamiért erősebb volt, mint a többi. És akkor itt lent volt egy kolosszusunk, de mi van még? Kis kötelező nélkül, közönség nélkül. Hát nem tudom. Nem tudom, bevallom, tényleg nem gondoltam ilyesmit. Oda lesz nyaralni, én fogok bibliórákat tartani. Az nem is szar ötlet egyébként. Lost Ashes of War. Áthatatom közben a csatornát, csináljátok valamit akartok. De ki lesz bannolva, visszajövök. Az egoisztik hullani fognak rendesen. Kovács Kavics 8-as szint. Be lehet ugrani ennek a fejébe? Sőt, be is kell. Ja, nem. Igen, de nem. Bemész a lába közt? Nem. Igen, de nem. El tovább. Néznétek Ivánnak az előadásait a bibliográfiából? Annyi furnács vizics van itt. Ezt tényleg jól eldugnák ezt a helyet, de megérte felfedeznünk. Csak még nem vagyunk a végén. Még innen bármi is lehet. Itt is van fent egy tárgy. Ember of Mesmer. Nem lehet, hogy itt insta lesz, hogy valami boss esetleg? Sárkány, amelyik leesik az égből. Szép lenne, azt mondod? Revealed. Ez Torrentnek a képességeit tápolja meg. Ez egy áldás. Állítólagosan. Itt mit írnak? Titkos út van előtted, próbálj ugrálni? Hát ez hülye. Tehát hogy ugranál fel oda?
Szerintem csak szivatott minket, hogy próbáljunk oda felugrani valahogy, de hát egyértelmű volt, hogy nem lehet. Ezzel talán meg is vagyunk ennek az alsó résznek a felfedezésével, és akkor itt kapcsolódunk hozzá a folyóhoz. Tehát itt ugye nem mehetünk kb. Innen ide fel. Alulról nézve, viszont most innen lefelé le tudunk majd menni. Mit mond? Annyira elolvastam. Titkos út van előtted? Aj, de miért ilyen kamukszarok a plájerek? Nem értem. Tönkreteszik ezeket a szép igazmondó üzeneteket, amik le vannak írva rendszerint. De hiszen ez a crazy and clumsy and gamer and girl. Négy tulajdonság egyszerre. Egy névben. Mi a helyzet? Hogy vagy? Kösz a követést, üdít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el jelmondatunkat, hogyha crazy vagy, clumsy vagy, gamer vagy, meg girl vagy, csak énekelj hangosan. Itt elméletileg innen kezdtünk, ugye? Igen, és akkor ezt megnézted. Fent is jártunk talán, na de teljesen fent is. Karról nem lehet felfutni? Nem. Akarják-e, hogy mi bemenjünk ebbe? Mondták, hogy van valami ugrás. Szerintem az hazugság volt. Nem gondolnám, de lehet. Ezt úgy csinálták meg, hogy leessen a ló. Ah, Istenem, szegény, ő is innen próbálkozik. Na gyere. És biztos, hogy látjuk egymást. Help me. Nem fogsz tudni beugrani mi. Ez fájni is fog. De meg is ér, tehát egy... Meg is érdemlem, hogy fájjon, ez egy nagy ugrás volt. Hogy jutottál be oda? Ha valaki bejutott oda frankón, akkor mégis van megoldás. Gondolom, hogy nem azt akarják, hogy a fáról menjünk, ugye? Nem. Ez már szirtikecske 2000. Tehát akkor van bejutási mód, oké, már láttuk, hogy van. Tutira nem voltam ott benn. Most már itt egy kicsit lehet, hogy meg vagyok zavarodva, és amúgy lehet, hogy be lehet oda menni, csak nem voltam teljesen tisztában a dologgal, hogy ott vagyok már. Lehet, hogy van egy kapuja valahol. Miféle fortress az, aminek nincs bejárata? Unterony romjai szerintem elképzelhető, hogy a föld alól megyünk be. Ák, Serlington, kösz szépen a követést, üdít nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Vanta Black elbújhat a pálya mellett. Mi ez a Vanta Black? Nézzük erről, hát ha találunk esetleg egy lejárót. Nem a Giantnél van a bejárat esetleg? Felfutni arra? Amúgy arra látunk még egy irányt, azt most gyorsan megnézem. Bár szerintem ez végig fog menni a térképen, ez a folyónak a teteje lehet. Innen indul a forrás? Ott van egy nekünk való leülős hely. Ez király. 6 szintet kell tolnunk az intelekbe. Aha, ez... nem. Ez valahova máshová vezet. Ha vezet egyáltalán bárhová is. Egy instát mondjuk ide teljesen, vagy barlangot beraktam volna. Készítők helyében ennek szerintem itt most létjogosultsága van. Hová visz ez lefele? Hát ez volt a szándék, hogy menjünk itt végig. Ingyen XP. Sokkal jobb, amikor el is találod. Anélkül szar.
Hát, hogy a Giant, ez mindjárt visszamegyünk majd, igen. Itt meg át akar vinni a másik oldalra. Fixen fogunk találni valamit. Lehet amúgy, hogy cross van oda lenne. Nem lehet, hogy egy ilyen story questet folytatunk most erre? Visszajössz a tárgyért. Egy igazi fly mold. Valami megütötte a lovat. Ja, mert nem látod, hogy ott is vannak, aha. Annak örülök, hogy egy Giant-tel megküzdöttünk is azóta. Ott vannak, látod? Még mindig van HP-nk. Megmögött Forta szerintem, mert nem lehet betörni a kapuját. Ez így van. Ha belegondolsz, és mondjuk csak egy létre vezetne fölfele, senki nem tudna oda bemenni, mert hát fentről ugye láncsákkal szurkálják a pofádat, ha felmászol egy hosszú létrán. Akik meg benn vannak, azok meg megoldják darú szerkezettel az ellátmányt. Csak könnyű lenne őket kiéheztetni. Mert aki viszont ki akarna menni onnan, az is a létrán tudna ugye, hogy a halálába ugrik esetleg. Tripla. Jaj, te még nem alszol. De ki az a Vanta Black? Ott is van egy nyugi pont, látod ezt? És mindent felfedezünk, amit eddig a játék eltakart előlünk. Oda is fixen el kell menni, itt meg körülnézünk már is. Itt gondolom nem akarja, hogy leugorni. Item ahead. Ja, ott lent. Jó, azt köszönöm, azt én is látom, milyen rendes. Kicsit talán mélyen van mondjuk, de item, az igaz. És jól érzi magát? Mi történt vele? Megint a narkó, biztos. Hát én leülni itt most nem ülök le. Viszont itt lehet tovább menni még. Veszélyes ugrások közepette. Menjünk már tovább. Nagyon tetszik ez az új kard. Ezzel fogjuk teljesíteni a DLC-t, kész. Na jó, még lehet, hogy rámegyünk a Relanának az ikerpengéire, mert azért az se semmi. És itt két irányba mehetsz. Ez az irány igazából nem irány. Innen lehet lemenni egy olyan részre, amit máshonnan nem értünk volna el. De hát ez titkos ajtó mögül nyílt ez az egész. Ajjajajaj, én ezt nem hiszem, hogy innen kellene megcsinálni. Hoppá. Nem, ez durvi. Ezt most ugye abba hagyjuk már is, igen. Haver. Ez nagyon furi. Várjál, elkanyarodik az út vissza föl, az jobb lehet. Village of Flies. Ez itt a legyek városa, faluja, ilyesmije. De nem kell nekem mindegyik ilyet kiírtani, elegendő volna, hogyha... Most ez egy felfedezős rész, de legalább izgalmas, mert itt is van torrent tápoló. The Village of Flies, és... Itt kéne itt keresnem. Vagy látnom. Nem lehet, hogy van egy... út lefelé valahová. Azt mondjuk fájt egy kicsit. Ugalom. Le vagyok akadva. Na hál' Istennek, csak kijöttem onnan. Jó lesz. Nem. Kicsit mélyebbre ugrottam, mint szerettem volna. Bocsánat. Rengeteg a szól itt fent. Azok egy kábítót. Mondta közben Jai. Örülök, hogy jól érzitek magatokat. Én is jól vagyok. Szeretem ezt a játékot, meg élvezetes. Azt egy kicsit sajnálom, hogy az Alt F42-ből vodot is felesleges csinálni. Mert nem sikerült benne megtalálnunk az előre menetelt. Iszonyat, vagy nem látok valamit, vagy nincs meg a skill, vagy több gyakorlást igényel. Inkább szeretném azt hinni, hogy több gyakorlást igényel, mint hogy béna vagyok hozzá. És itt volt egy jobb kanyar, aha. Különben megküzdhetsz azzal a szarral. Valaki leesett, láttad? És 2300 XP-t kaptunk miatta. Az mondjuk igen csúnya. 2300 XP ingyenekben. Világítsunk egy picit, azt hiszem, hogy itt kellett felfordulni. De nem úgy.
Milyen lesz a holnapi napotok? Meséljetek, mit fogtok csinálni? Vagy ki kéne írtani ezeket? Jó kérdés, hogy mi itt a cél. Golden Horn Tender. Ezt majd meg kell nézni, mire való item. Mondjuk az itemek 90%-át ebben a játékban egyszerű player nem használja szerintem. Manfly Ashes miatt lehetett ide bejönni. Shadow Realm Rune, hogyha esetleg szint lépni akarnál. Legyen volt, nem. Kiválhatom neked, de nem lesz volt. YouTube-ra nem lesz. Nem haladtunk előre, felesleges. És ha itt lemész. Ha itt lemész, hova mész? Van-e látni, hogy hol vagyok? Felfele ugye nem mehetek. Jaj, itt van a leugrás. Azta. Na hagyjad már, wow. És itt úgy is mehetsz, hogy arra mész. Meg úgy is mehetünk, hogy lemegyünk. Ez olyan helynek tűnik, ami már a térkép sarkát képviseli. Hát lehet, hogy én leugrom. Ja, lehet, hogy leugrunk. De nem voltam még itt, itt még nem bandukoltunk lefele. Annyira ismerősnek tűnik ez a folyó, ez... Ez baj. Holy asta mindenit! Hát megint megmentettem. Wow! Ezt bezzeg. Ezt nem énekli meg majd az utókor, hogy mi a szart csináltam ott. Jézusom! Jó, és az XP-t felvettük. Felvettük az áldást, felvettük ott a... Summon Spirit bigyulát is. Itt is keresgélnek más emberek. Mindent át akarnak nézni, hogy hol látnak meg. Még érdemi részeket ott néz. Csak ott le lehet ugrálni az aljára. Ezt ha megnézzük, az oda megy le. Szerintem ott lakik egy mackó isten talán. És hogyha most levennék, kellene ide egy bonfire valahová. Ha lemennék, akkor legalább vissza tudjunk jönni. Ez egy boss. Az boss. Az mi? Az a Golden Hippopotamusnak a... Menjél már! Nem boss amúgy, miniboss maximum. Ez nagyon, nagyon funny. Látod? Beszarsz. Ugyanaz, akit most töltünk le. Mondjuk annak a képjéből kell ide lejönni, tehát... A létezése amúgy valid. Hogy itt van. Nem elé rakták a playernek, hanem... A boss gyilkolás után van ő. Neked ki kéne csapódnod most már, nem? És ő nem tud átmenni Szenikbe, mert ő nem Golden? Szerintem igen. Ja, ez csak egy szimpla. De azért ebbe is nyomni kell. Én nem mondom, szerintem körülbelül ugyanannyi HP mennyisége lehet a bossnak, mint ennek. Csak hát így, hogy Torrent veled van, azért teljesen más az ő legyőzése. 11.000 XP-t adott nekünk, és egy Skadu Tree fragmentet. Na jó, ezt is megérte megcsinálni. Olyan helyeken járunk, ahol előtte más még nem. Tehát az a player, amelyik arra elment, ott leugrott, azt mondta, hogy kész, én itt nem fedezem fel a másik irányba, mert meguntam. Semmi baj, mert szerencsétekre itt vagyunk éjszaka, csináljuk a nagyon kemény felfedező túrákat. Itt az Elden Ring Shadow of the Earthtree DLC-jében. Nagyon szívesen csinálok ilyet, bármikor nektek. Csak szóljatok. Ott jobb oldalon látunk még egyet ebből, és furcsálom, hogy még mindig nincs megnyugvás. Lehet, hogy ide nem is raktak be nekünk amúgy Grace-t. Mindjárt hidratálok. Na, semmi. Nem mesélek, amíg nem tudok jobbat. De most mesélj már akkor a raktárhelyzettel, mi történik Hollandiában. Tulipánok meg vannak? Láttál már virágot Hollandiában? Milyenek az ottani emberek? Azt hallottam, hogy nagyon ilyen multikulturális. Rengeteg afroamerikai, mindenféle. Meló az jó, az nagyon jó, hogyha jónak találod. Ez micsoda? Hát de küzdenek velem a malacok. Tulipán és sajt hegyek országa, de büdös is van. A sajtszeg azért nem mindenki számára olyan, amiben naphosszat lenne. Általában a sajtgyár az mocskos, büdös. Ennek arany az arca, nézd. Nem.
Ezt elrontottam viszont. Megérdemeltem. Őt konkrét könnyebb lesz így megvernem. Milyen, hogyha átváltanék az Ordovisra? Igen. Nézzük meg. Oda néz. 744 nem elég. Csak egyik pengén kapta el. 1464. 3600, 4670. Sokkal nagyobb a damage. De kár, hogy nem találtuk el. Nem tehet kicsapni neki? Mondd már, hogy de. Te akkor a pengékkel vered, na mindegy. Ez így nagyon táp. Ez a kettő kard egyszerre szuper király. STR buildben még egy Skadu Tree fragment. Ezzel tovább tolhatjuk az áldását a jó édes anyánknak. Tulipán és sajthegyek országa. Nagyon jó hangzik. Talán meg vagyunk ezzel a területtel. A vízesés mögött nem láttunk semmit, Grace nem láttam. Ez azt is jelenti egyben, hogy ha leesel, akkor le leszel esve. Én lemegyek itt, lehet, hogy még egy mackó isten lakik itt a környéken. Kaptunk Torment Blessinget, kaptunk Torrent Blessinget, meg kaptunk magunkra valót is, ami a Damage Reductionra ad egy pár százalékot, és sebzésre is ad néhányat ide bent a DLC területén. És innen indul a vad. Katalin. Mehet. Vad Katit is szerettétek egyébként, de szerintem egy csodálatos színésznő volt az ő korában. Ez mondjuk egy kicsit erős. Így, igen, ez jó lesz. Hoppá, 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 álljunk meg, Torrent, álljunk meg. És megérkeztünk, ez már az. Ezt nem pontosan tudom, hogy mi, de az. Itt... mi ez a sárga? Valami van. És nézd, itt mutatja, hogy Insta van arra, Ferenc. Ne legyél béna, menjél. És tényleg itt van. Eddig lezárt. Azt sem tudom, mi bejátszott, Vad Katalin. Hát... a... Hanyat Helén. Add meg a Tilinkómat. Te is a tiédet. A... Csúnyám és 8 nyél. Cickó Sex 2. Hát, mi volt még? Tedd oda, ahova nem való. Az jó, Michelle és Sandra, azt mindenki látta. Kalóz Rádió, igen. Az is egy jó film volt. G, most döbbent rá, hogy hova került. Improvizált vagy ennyire vág? Hát ez így most miért mondom? Na hát... de miért te nem szeretted? Na, lehetünk már is. Itt állítólag egy boss lakik lent. Jó sötét helyre jöttünk be. Nem vagyok álszent. Na ez az. Ez kalapáccsal jobban ment mondjuk, mint így. De kipróbáljuk az egykardos taktikán. Vad Katalin, ő volt a Michelle Wilde. Hát szerinted lefordítottad már? K ebből szintlépés lesz, megérkezik a 12. Lehet, hogy itt le kell menni. Could this be a down? I want to go home. Nem. Semmi baj, erre lemegyünk. Nem sikerült, átugrott a támadás, nézd meg. Ez mondjuk szép volt. Etszik a kritikája ennek a fegyvernek, és ezek a lények 3200 X-t megadnak neked. Mindent megkapott, mondta Szalacsi Sándor. 3200, így, hogyha itt végigvered a környéket néhányszor, könnyedén meg lehet a szintlépés. 100-at megölsz, az másfél szint, csak mondom. Ez micsoda? Ott Cannoneer van. De miért akkor megyek ki, amikor látom, hogy feltölti?
Na most tényleg szórakozol? Ugye, hogy mennyivel egyszerűbb, hogyha megöllek. Ott van egy kar. Seek down. Igen, innen le lehet menni. De ott pedig szemben hagytunk egy kart. Na, az is majd jó kérdés lesz, hogy miféle. Itt szerintem több szivatás lesz, mint amennyire élvezni fogjuk ezt a helyet. Hogyha visszateleportálunk az elejére, akkor egy csomó mindent lehet majd onnan felvenni. Ti nem dolgoztok reggel? Én szerintem 3-ig lazán nyomom ezt a streamet most. Hosszú volt a mai este, 6 órakor kezdtem, de már hajnali 2 van. Kit érdekel? Meg kell nyomni, élvezni kell, szeretni kell. Tök itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Hú, ez a sprintből történő heavy attack is nagyon erős. Nem dolgozol holnap? Ja, hogy ilyenkor te sokáig tudsz aludni, és akkor reggel... vagy délután felkelsz, aztán mész dolgozóba? Milyen jól teszed. Először Trejo chest, próbáld a talizmánt? Miért mi van? Megint jön az izé az átkozó? Add fel csontváz? First of treasure chest, tehát hogy nem menj ide le, hanem... Lehet, hogy beugorhatsz valahová? Se jobbra, se balra nem látok beugrópontot. Na jó, ez érdekes. Miért van mindig titkos út, és utána nem titkos út? Élvezed a nyári szünetet? Te hány éves vagy? Hallod, nem tudom, hogy merre menjek. Most erre menjünk, hogy arról jöjjünk. Akkor te bekamusztad, amikor aláírtad itt a szerződést a cseten, nem? 18 plusz, tudod. Nem akarlak én persze elküldeni, hát rendes gyerek vagy te. Már egy órája aludnál. De miért nem alszol? Vagy az a nem cset téma? Beszélhetünk nyugodtan a hasmenésről, hogyha ilyen jellegű gondok vannak, engem nem zavar. Ide beugrasz és megnyomod a kart. És mi lesz az eredmény? Nyomtunk egy kis fényt. Szerintem fény lett, látod? Most le lehet itt menni? Vagy lehet, hogy a lépcső nyílt meg? Hát eddig ezt nem láthattuk esetleg. Lehet, hogy itt a fénnyel kell játszani. De mennyi minden maradhatott ott az elején? Ez tök jó volt, hogy rájöttünk itt, hogy ezt így kell. Hallak, hogy itt vagy. Azonnal kapta a csicskítót. Akkor menjünk le itt, nézzük meg, hogy ott mi. Ott is van egy létra, nézd. De az szerinted... Az elképzelhető titkos zónát rejt. Itt nem akart volna az ember leugrani, szerintem annyi szent. De lehet, hogy ide visz fel, hogyha oda bemész. Gyázzunk a Spellcaster Big Kingre. 150k, még 110k kell majd nekünk. És aha. Ez úgy van kitalálva, hogy ne tudj itt menni, kivéve ha leessem itt. Ez az, és akkor felmegyünk a Caster Kinghez, mert... Jaj... Fárasztó és kemény egy nap ez a mai, de legalább megéri. Mi van, csicska, nyomod? Jó volt spellezni, amíg nem voltam, ugye, szarházi? Nem kellett volna, hogy az életedbe kerüljön, de te elintézted magadnak. Amúgy jó cuccokat nem is kaptunk innen nagyjából. Nézd, csak ott is van egy létre, ami az alsóbb szint. Hány szintes dungeon ez? Hát ilyet sűrűn nem látsz. És látod, ott megy le. Tehát meg kell találnunk az alsó szintre. Onnan. Na ne már. Jé, de amúgy meg lehet, hogy itt akkor Zsák utca van erre. Legapi volt a film. Fú, nem tudom, valami elmegy úgy intézetes horror. De nem volt olyan horrorisztikus, nagyon szar volt. Hiszen a J kategória volt. Innen is mehetsz, meg onnan is. És akkor nagy létrával körbe mész. Szerintem minden ilyen... Aha, van itt egy... Mégiscsak van egy létre.
Ilyen sok enemy van alattunk. És csak a majmot, hát nem lejön. Na jó, de ez hülyeség. Hát én nem engedhetem el, ők meg már jönnek fölfele. Megkészít a Fosnyi horror, mint a könyves múltkor? Nem. Szeretnéd, hogy legyen? Ez szép volt. Most akkor kettő megvan, 3200. Alattunk még van egy jobbra. Nem veszettél semmit, hogy nem nézted. Apokoli volt tényleg. Én szeretek mindig igényes közönségek, igényes filmeket vetíteni itt éjszakákba. Ott van a Spellcaster King. Visszapattan rád, Ferenc, hát nem jó helyre küldöd. Tehát, hogy ez, hogy mit csinálunk most, el se tudom hinni, hogy mennyire rohadtul hosszú egy dungeon ez. Az lesz itt a izé, hogy hogyan találod meg a végig. Várjál, mert mondjuk ez nem rossz, de ez már a harmadik liftünk, ami csak visz egyre lentebb és lentebb a mélybe. Alul nincs olyan, oké. Okay. Esküszöm, ez a harmadik szint. Elaludtál, jobban jártál, lehet. Nem kéne meghalnunk, mert akkor viszont nagyon rászívnánk erre most. Ó, mekkora giga ágyú. Semmi baj. Eddig szuper. Az 15 000-es. Az bizony 16 000 XP volt ebben az egy mobban. Hogyha arany a szeme, az jó. Szaladjunk, nem tudjuk, hogy hová szaladunk, de szaladunk. Biztos, hogy nem két bosszos ez az insta amúgy. Hát egy tárgy. Jézusom, ez para volt. És ki tudja, hogy hány tárgyat hagytunk ott is fenn. A negyedik lift következik. Na jó, de szerintem az Elden Ring világa nem lehet ekkora mélységekbe menő. Nézd, milyen ultra mélyre megy. Ez nagyon meredek cucc. Hát ezt azért nehéz elhinnem. Egy szuper titkos insta. Csak itt nálunk a teachpertv.mókáson. És itt vagyunk a végén Marikánál. Mehet a boss fight. Na vajon ki lesz oda bent? Jori, az Elder Inquisitor. Elden Beast támadások. Azt a mindegy. Szia Sephiroth! Nagyon köszönöm neked a hihetetlen 38. hónapodat. Hát hogy vagy? Mi a helyzet? Hány ilyen szarod van még? Elteleportál. Hogy öled meg azt, ami így mozog? Ez már mindennek az alja kell, hogy legyen, igen. Ja, én most nagyon megverlek. Picska. Ezek verhetők? Igen. De ez fáján. Aszta! Oké, semmi baj. Jori, az Elder Inquisitor. Hoppá! Vigyázzunk! A francba. Álljunk meg itt. Nagyon jó, nagyon szép. Jézusom! Verjük ki őket! Akarodjál! Pusztulj már ki, te szemét! Wow, az milyen állat amúgy? Mi ez? Csak egy csapás? Őszintén remélem. Wow. Jori, nyomod! Nem kéne, hogy kicsapva legyél? Nem. Sokat cummonál fél HP-nál, mindenki bejön, aki a haverja. Holy shit! Jó, szerintem rá kell mennünk a poise megtörésre, és lesz mögötte még egy zóna. Ezt láttátok már ezt a bosst másnál? Jó ez a kard, de nem tudjuk bevinni neki a... Nem, ugye? Hát ezt mondom én sem. Még nem, mint hogyha fogyasztanék Elden Ring tartalmat másnál. De láttad, Iván? Most kajak, megnézted?
Ott mit csinálsz a sarokban? Nagyon rászivattad magad szerintem. Ötödik heavy attack beviszi neked? Nem. Na végre, te rohadék. Kár, hogy nem tudtuk beadni neki, ugye? És nagyon jó helyen van. Stamregen. Az gyönyörű. Miért nem tudom be... mindegy. És végre van potink amúgy. Reportálsz? Menjél, menjél is el. Két karda nem lenne egy szombosabb? Jó kérdés, lehet, hogy az lenne. Elbújunk ide hátra? Aha, tehát csak ezt kell kibírnod, utána jön minden vissza. Tehát ha leszarsz mindent gézen, lehet leszarni mindent. De nagyon jó egy boss ez amúgy. Nagyon tetszik. Mert technikás, mert summonál. És mint ahogy eddig is mondtuk, itt felhasználtak minden player általi technikát. Itt van a boss, amelyik beszummonálja a világ összes mobját. És tessék! És ezt alkalmazták a playerek a bossok ellen. Most a bossok alkalmazzák ezeket a playerek ellen. Jaj, de szép! De kár, hogy nem tudtam bevinni, Jori. Elden Inquisitor, gyere! Ne halljunk most meg egy kicsit. Ja, Istenem, de rosszkor nyomtam. Én már innen. A nagy bendőddel, ne haragudjál már, de... Ide jön, ugye? Oda megy, igen, megvan. Ó, Istenem, a rám pörgős mindenedet. Húzzatok már el innen. Ez jó volt. Nem adtad be? Jézusom, az utolsó HP-mmal. És megvan, Jori. Hű, egy Staff Spear-t adott nekünk, ami egyszerre Staff, egyszerre Spear, és amúgy... Oda nézzenek, vagy 260k XP benne volt. Hol a francban vagyok? Ez egy új területet nyitott meg a... Így lehetett bejönni ide, de hát titkos falon keresztül kellett. Ezt nagyon furcsállom most, de nem baj. Én az intelligencia, intelligencia. Hű, de kemény volt, éppen hogy csak sikerült. Intelligence 12. Feleslegesen nyomjuk látszólag ezeket a pontokat, higgyétek el, hogy nem úgy van. És még lehet, hogy egy harmadikat is beosztok oda. 22500. Lehet, hogy mégsem. 17500. Nem, szerintem nem lesz meg. Nagyon erős ez a mai epizód. Jön az int iskoláztatod? Hát rá is fér. Ferire most már ennyire. Előre haladott pillanatában a játéknak 7500, akkor mégiscsak pont, hogy elhasználunk mindent. És ebből selected number 20 mehet. 10000, ez 257000, egy mobot kell majd még megölnöm. Nem vagyunk messze, nagyon közel vagyunk a szinthez. Itt is itt lakik a káosz isten, nézd csak. Ez például micsoda? Füstölő? Nem. Mások is bejutottak ide sajna. Nem számítottam szarra, azt írta valaki. Pedig ez egy jó boss volt. Hát láttad már a izét, a Putrescence Knight-ot? Az aztán fostos volt. Mit kellene betenni? Hát elhasználhatnénk a nánka Putrescence, csak ebben meg van egy Great Axe. Na jó, de én nem használok axe-eket. Mármint érted, mire gondolok, fejszéket. Selected number 2. Most már akkor is felnyomom. 265.374 áll az inventoriban level up, és 815 a vége, 2000 XP hiány. Lesz annyi még nálunk? Bocsánat, hogy ezzel szarozom itt, de higgyétek el, hogy megéri. 800. Pont nem lesz, szarok rád viszlát. Keresünk már egy mobot, amit megverhetünk idekint.
És érdekes módon itt látod, az új területen ez volt a bejárat. Egy dungeonből nyílt a bejárat. Horse? Mi van? Leszállítottak minket. Kiskunfélegyházánál, mert nem volt jegyünk, ugye? Miért akarják, hogy ne legyek lóval? Megriadt, és nem... Itt fél valamit, soha nem volt még ilyen, hogy félt volna. Hallod, néhány izére, ezerre vagyok a szintlépéstől. Mitől fél? Ez az Abyssal Woods. Ott van a következő. Nyugi pontunk. És akkor az instában amúgy kellett volna, hogy legyen egy másik boss, ugye? Hogyha jól belegondolunk. Mert hát mégis ha kijöttünk az alján és átvezető volt ez. Ne hagyd, hogy meglásson. Amint meglát, nincs menekvés. Nem lehet egyáltalán megérinteni sem. Ezek ilyen... Ezek ilyen paráztató dumákat, nem csoda, hogy a ló is megrévült. És ezeket nem playerek hagyták itt. És egyetlen állat nincs ide. Ott egy állat, de most már leszarom, megnézem. És már az idegesítő. Hogy biztos nem lenne egy szintlépés nálam. Mert utána mehetnénk vidáman bármerre, tudod. ...266.800-nak kell lenni. Tessék, ott van. Mondtam én. Fel kellett venni még azt az ezrest, vagy nem tudom mennyi volt abban. Jött a 13. intellektpont. Így van, na, végre megvagyunk. Most már szaladgálhatunk, hát ezt most már így szekúráltuk, úgymond a karakterünk tudása bővül. Milyen állat ez? Vörös a szeme. És mit dobott el? Menekülnek a vadak. Ne hagyd, hogy meglásson, amint meglát téged, véged. Minek? Abyssal Woods, lehet, hogy itt van valami durvi boss, amire nem számított senki. Az intellekt azért kell, mert felvettünk egy szép pengét, és nem tudjuk fullosra kihasználni a képességeket. Nagyjából úgy gondolom, hogy egy olyan... Ez mi? Ez a Melling Hand? Hát itt vagy a játékban, nézd. Jó, ez a fegyó, nem? Figyelj, és most mutatok egy jobbat. Nézd. Ed. Lol. Ezért durvi ez a solitude penge. Ez egy NPC? Aha, megkaptuk a kezét. Ez lehet, hogy valami őrület spellező kitalációja a játszásnak, amit eddig nem olyan láthatunk. Ott van, nézd, a pont, ahol a térképet megtaláljuk ehhez a zónához. Őrült patkányok, sok HP-val. 1059 XP-s patkányok, soha nem láttunk ilyet még eddig a gameben. Mondjuk talán ez az őrület adja. 1000 embert megölt per darab pockány. 1000 ember. Ott is lakik valaki, látod a távolban. Hát lehet, hogy előbb a térkép a fontosabb, és csak utána. Mindjárt hidratálok, összekiváltást. Még van egy kis whisky kólám itt mellettem. Jóó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 
valamikor majd, bár azért a jövő héten már érdemes volna a többi tartalomra is fókuszálni, mert most nagyon elmentünk Elden Ring irányba. Dragon's Dogma 2 megkezdése ellenére is, pedig az is mennyire tetszik nekem, úristen, nagyon élvezem azt a gémet. Ott egy kicsit élvezetesebbek a fightok, nem? Bár lehet, hogy ott többen vagyunk, aztán ott csak a gyakásról szól az egész, most meg ugye azért neked kell itt kézbe venni a kis pajszerodat. Ez egy olyan templom, ahol van egy grész. Azta, és a kövi... Aha, tehát ez a középső zóna is itt megvan. Ezzel fullosba raktuk a térképet. Király, de ide is fel lehet vajon menni? Eléggé olyannak tűnik, mintha nem annyira. Maximum, de lehet, hogy be lehet teleportálni. Kíváncsi leszek, hogy mit találnak ki, ki az Elden Ring fejlesztői. Egy hátrahagyott templom. Elhagyatott.
lesz egy Skadu Tree, szerintem akkor tudunk nyomni egy szintet bele. Azt hiszem, hogy találtunk egy másikat is, ugye? Aha, nem. Mert három kell, aha. És a Revealed-be, abból is három kell. Most, hogy tudjuk, hogy mi van a térképen, célirányosan is tudnánk idelent haladni. Aki itt hagyott egy Frenzy Flame parfümös üveget. Ez valami olyan cucc amúgy, ami elfogy? Vagy ez most örökre ott van a karakternél, és ebbe a Frenzy Flame-be lehet berakni valamilyen, valaki meghalt különböző cuccokat? Annyira nem vágom ezt a crafting részét ennek a game-nek, soha nem használtunk craftingot benne. Aztán megölöd, ez 74 XP-be, ezek a pockány 1000. De menekülnek az állatok szanaszét. Nem hiszem, hogy itt... Na jó, mindegy, elmegyünk a végéig. Talán a végéig megérni elmenni, ha már itt vagyunk. Hát ki ez a csicska, aki lejön, aztán nem megy oda be. Fú, az előző Insta is majd kemény lesz, hogyha visszamennénk. Lehet, hogy itt lesz valami, nézd ott lent. Ez lehet, hogy bemegy a föld alá. Számtalan kérdés. Ott laknak hárman. Sziasztok, nem úgy gondoltam. Az egyik küldi hátulról, miközben szembe verek. Ott is van, 2000 XP-k jönnek, peregnek. Mi van ide bent? Azt hittem, hogy ez valami lokáció, de ez egy átverés. Bánat, igen, igen, igen. Mi eső? Ezt honnan tudta? Ezt honnan tudta, hogy íme eső? Mi a fene? Na, ez nagyon durvi. Hogy ez valami imót, hogyha elolvasod, akkor másoknak eső fog következni. Még egyszer, ezt nem vágom, ez micsoda. Nem, ide beállsz. Hát ezt nem vágom. Ez most nagyon furi nekem, őrület, mint amilyen itt uralkodik ezen a helyen. Ez a templom itt előttünk, ugye? De legalább ilyenkor lehet látni, mint hogyha átszűrődne valahonnan a fény. Iszonyat mélységekben vagyunk. Hát hány lifttel jöttünk azért, hogy 260 kilométert utaztunk idáig. Hogy nehogy olyan győzzön, aki... Vagy nyerjen már, aki nem tud főzni. Broken Rune. Ez megint egy jeló szem. Ez olyan, mint ami az alapjátékban is volt. Többet találtunk, nem sokat, de valahányat igen. Mondjuk, hogyha hányat, akkor inkább itt is lehet hagyni. És itt, hogyha felugrálsz, akkor mi lesz? Van valami, több üzenet van hagyva. Támadjon már meg valami boss. Istenem, focizunk itt a koponyákkal, amik XP-t adnak. Tényleg nem lehet? Nem engeded? Na azért. Ezek még jól jöhetnek meg később, most használtuk el az összeset, ami létezik. Rain, time for rain. Igen. Nem vágom, ez tényleg nagyon furcsa, hogy elolvasod is azonnal jön az eső, és semmi nincs ide fent. Hát ezen beszarsz. De miért nem raktak ide neked egy boss-t? Miért jöttem ide fel, felfedezni minden baromságot, hogyha a vége az? A Spectral Steed, ez még nem tud előjönni a lovunk. Nem értem. Nem értem a fejlesztőket. Bejössz ide egy rohadt nagy helyre. Körbemész, megnézed. Felveszed itt a Churchben a izét. Legalább egy NPC izé támadna be, tudod, ilyen invader, vagy bármi. Csak lenne valami. Lehet, hogy át kell állni éjszakára. Honnan tudod, hogy most éjszaka van, vagy nappal? Így sem látunk semmit. Támadóak léptek fel velünk szemben. Ott van egy item. De mit sincs semmi, ugye? Aha. Ja, de most érted, mi lehet az az item? Ez a rohadtul megérő cucc lehet. Találsz egy Eye of Yellow-t, vagy valami ilyesmit. Vagy egy vastag állati csontot.
nézzük, hogy mi az. Aztán mondjuk ki lehet, hogy kiderül, hogy a világ legdurvább szintlépő iteme. Ilyen kétszám... Aha, nem, bonus. Clarifying. Ez az őrületet veszi szerintem le. Amúgy az még nem is egy rossz találat. Hát ez egy unalmas hely már megint. Nem számítottam erre. Ja, ez teljesen egyetértek a playerekkel, akik ide írták, hogy nem számítottam szarra. Hát ezt tényleg nem vártam volna én se ettől. Minek jöttünk le, ha nincs benne semmi? Négyezer XP-s pockányok, köszönjük. Ilyenek voltak az előző üresen hagyott területen is, ahol az újjazók laktak. Tudod, melyikre gondolok, ugye? Ha ott láttunk valamit szembe, akkor most elfordulunk egy jobb irányba. Remélhetőleg jobb irányba, persze. Mert ott legalább van valami mob. Ezek lehet, hogy visszaszpónolnak amúgy ezek a pockányok, de amúgy nagyot ver rám. Nézd a kis mocskot, mindjárt meggyilkol, beszarsz. De ahhoz képest sok damage van. Hát nem olyan, hogy sok, hogy ilyen elektromos. Bújj el. Csöndesen várd az esélyedet. A harc nem opció. Ezek csak beparáztatnak. Bújj el a zajnövényzetbe. Nem lehet, hogy ő egy NPC, akivel beszélgetni kellene inkább, és itt ráparáztatnak, és most megöljük. Ja, hogy ezért mondod? Jó. Jó, értettem. Oké, igazuk van. Csináltak egy olyan helyet a játékba, ahol nem tudsz meggyilkolni semmit, de el kell bújnod. Azért, na ez erős. Végtére is nem volt annyira azért kihasználva ebben a gameben. Ja, az ilyen horror souls. Nem volt annyira kihasználva ez, hogy stealth mechanikák. Jól megnézett magának, aztán bele is haltunk, igen. És azt írják, hogyha meghal, akkor véged meg. Csöndesen is bújj el az ajnövényzetben, csöndesen várd az lehetőséget, nem fogod tudni. A harc nem opció. Mi a szar ez? Nem erészeld, igazad van. Valóban nem szabad merészkedni. És ilyenkor nem vesz észre? Megint erre néz. Winter Lantern Fly. Szép munka kígyó. Nem bírom ezt. Segítség. Egy kajak idegesítő, tök egyet értek velük. Megfordult. Ott jön a következő. Nem, spellel sem, nem volt HP bárja. Vigyázz a gyümölcsre, mi erre? Vigyázz a virágra. Nem számoltam kígyóra, milyen virágra? De hogy arra ott? Hogy mi azok a virágok ott, azok gyilkolnak? Vigyázz a virágra. Lehet, hogy felfedik, hogy hol vagyok, hogy mi? Ez őrületvirág. Igen, mindenki írja, hogy vigyázz a virágra. Beszarsz. És mire megy ki a játék? Végigmész, hogy aztán találj egy falat? Tehát akkor itt kell keresztül mennünk, amikor éppen nem figyel. Na ez mondjuk nem fun. Ez nem a vicci gameplay. Peak gameplay experience, így hívják. Öt éppen megeszik, nézd. A staffot használja. Azt a staffot használja. Amit az előbb felvettünk a bosstól. Ezt. Jory's Inquisition.
Hát de ehhez semmilyen statom nincs. De lehetett látni, hogy ez a staff volt nála, ami az előző bossnál volt. Kockányok vannak a... Ez szarsz itt mellettünk a növényben. Talán elég messzire vagyunk most. Hát ilyen még nem volt. Az egész alapjátékban soha nem volt ilyesmi. Ott mit csinált? Ott meghalt? Szevasz Kata 148, te láttad már a játék ezen részét? Hol bujkálni kell? Mindenki néz, ott már szalad mondjuk. Kicsit én is rágyorsítok akkor. Nem, még nem. Hát ez spoiler lesz neked akkor. Nem, mint hogyha el akarnálak küldeni, de nem. És ilyenkor ennyi volt, kész, meg vagyunk, túljutottunk. Igazán örülnék neki, hogyha úgy volna, mert ezt túlzásnak tartottam. Tehát itt, hogyha lenne egy boss fight és ide mindig vissza kellene futni, azért hülyét kapnék. Talán el érdekes helyet? Hát ez is érdekes. Az bizonyos. Sebezhetetlen mobok. Üresen hagyott nagy részek. Az őrület erdeje. Őrületes víz. Semmit nem látás. Most úgy kell oda mennem, hogy az ordít. Szarok rád. Előbb azért egy rész kellene, mielőtt innen tovább mennénk a klinikára. Ezen az érdekes helyen megöltem egy erősebb lángos bácsit. Gratulálok. A lángosozóhoz. Én is szívesen bevernék egyet, nem mondom. Egy jó sajtosat, egy tejfölöset inkább. Vagy a kettőt kombinálva. Igaz is lehet, hogy még a fokhagymára sem mondanék nemet. Szevasz Luden Ribbon, jó pihenés neked. Aztán egyél majd lángost Hollandiában, ha találsz. Itt van a bonfire, gondoltam, hogy kell, hogy legyen a szar rész után egy. Torrentet itt már előhívhatod, vagy itt még mindig gyalogolnod kell? Ugye nem visszafele mentünk valahova, hanem ez egy új hely. Új hely, igen, ez a sátor alja. Jó. Nem, túlságosan fél itt torrent még mindig. És... Jaj, ne csináld már! Igen, nem akarjuk ezt később felfedezni. Ez full szar. Bocs, én komolyan mondom, srácok. Itt... később. Te is megölted Rellanát, meg a táncoló oroszlánt, ügyes voltál, gratulálok. Két külön helyet is fel akarnék fedezni. Az egyik az innen nyílt. Bocs, én visszamegyek. Ez fos ez a hely. Hát ki akar bujkálni a zajnövényzetben, miután kifejlesztettük a legbrutálisabb és királyabb kardot a világon, ami jelenleg ebben a játékban létezik, ugye? Azért nem vagyunk milyen szuper csicskák, hogy itt ezzel szenvedjünk. Menjünk és gyilkoljunk. Legyen így. Így kell lennie. Két irányt is elhagytunk itt. Az egyik volt, amíg lemegy a lépcső, ugye? Szevasz! Viszlát! Kocsi! Itt nem lesz az int level 16? Hát, hogyha ott bandukolunk a szarban, és csak bujkálunk, akkor tényleg nem lesz 16-os. Itt még esélyesebb. Mert ezekből legalább jön valamennyi XP. Leverted a vizirót? Gratulálok. Mi is ma lettünk túl rajta. Itt ugorhatsz ki elsődlegesen. Ez az első, amit néztünk. Amíg ide beraktam volna valami boss, valami kis minor. Ne nyúljál a fához, Feri. Ne egyél csicska, Feri, a fánál nevet fel az itemot. Itemot. Na, az item mindjárt meg lesz, nézzük, hogy mit ad. Ott van egy nagy benga. Talisman of Lord's Bestowal. Ez miféle a Lord's Bestowal? Ó, a Flask of Tears használata után. Melyik a Flask of Tears? Poise ratinged megnő. Zontáj 10/10-es, nice. Ez jól hangzik. És
Ah, ez annak a helynek a teteje, oké. Okay. Akkor viszont ezt megérdemelt, és hogy nem megérdemeltük, hanem a hely érdemelte azt meg, hogy megnézzük. Mert akkor ez csak egy ilyen kis C betű. Egy varga betűt mentünk. Itt is lakik valaki. Ti is érzitek az OP-ságot a karnak köszönhetően? Ez az arany ígéret. Ez egy spell? Nem. Ez három darab valami. Nem ígéret, bocsánat, arany eskü. Étel. Gyere! Pont jókor jöttél. Afo. Nagyon szép ez a fegyver, nagyon jól működik. Végig csak ezt mondom, tudom. Hát érzitek ti is. Hát ez a kalapácsok után, ez ilyen attack speeddel, STR buildben úgy érzem, hogy Feri néni megtalálta végre azt, amit mindig is szeretett volna megtalálni. Ha innen felfutunk, még volt egy lépcső irány, ugye, amit nem néztünk meg. De hogyha itt vagyok, akkor itt nem kellett volna lennem. Hogyha ezzel a karddal mész, ez a DLC weapon. Mondták nekem, hogy nézzek már a DLC weaponökre, és kipróbáltam, és így... Holy shit, nagyon kemény. Itt pedig voltunk, csak nem jutottuk ki az ajtót, bár nem is tudtuk, hogy létezik ajtó itt. Kíván ezt az ilyet akarja nagyon megszerezni, ami itt kapható. Ezt hogy csináltad? De szép volt. Jaj, de nagy mák volt. A jól időzített dodge, azt abba bele is hallhatunk most volna. Gyere ide, te szarházi. Tudod, hogy kinek lövöldözzél a fostos íjaddal, hülye gyerek. Menjél be oda a tűzbe. Most egy heavybe. Mellé. Szép amúgy. Oda nézd, milyen, milyen fegyvere van. Nekem viszont megjött a staminám, ne hari. Erre vártam, úgyhogy most mennem kell. Hát, hogy jó kis neked volt érdekes, érdekes enemivé. Ó, oh, igen. Megtaláltad a brutalizátor 2000-est. Itt is van egy arany eskü. Azt mondja, itt voltunk lent, ugye? Jó, ezt a két irányt akkor most megnéztük. Mehet rögtön a lépcső. Nagyon durvi cucc, azt mondod? Olyan, amit nekem is látnom kell? Ugye, én azt mondanám, hogy végigmegyünk a DLC-n. Ezeket a helyeket, amiket te megtalálsz, és én nem, azokat jegyzeteld már, leples. Utána rámegyünk egyesével. Hát ez, hogy alapból mekkorát ver? Ezreseket csap, csak így hülyeségből. Szerintem túl van tolva. Én ezt le is nerfelném, ezt a fegyót. Egyszerűen túl OP-ság. És akkor erre mentünk? Ott megnéztük, és itt nem mentünk le. De lehet, hogy nem is lesz itt semmi. Edd ki! Tarházi gyerek. Tudod? Gránátot hajítottak el? Benne állunk a poisonben. Edd ki! Jóó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 
És nem lehet, hogy ez az, ami az arénába vezet vissza. Megőrülsz. A hipotatámusz. Akkor körbeértünk, jó. Ez jó volt legalább felfedezni így körbe. Mi volna még, ami minket érdekel? Shortcut, igen. Ezen a zónán belül is biztos, hogy van még érdekesség. Azt akartuk még megnézni, hogy a dungeon. Ja, itt, hogy itt vajon mi lehet egy részről. Ez is érdekes lehet, hogyha itt leugrálnánk. Innen kellene menni ide, Bridge of Flies. Ott már szerintem felvettünk minden. Lehet, hogy ide nem is lehet le... Na jó, várjál, menjünk a katakombákba először. Én ott láttam még több elágazást is, amire rá lehetett volna nézni. Vagy itemet rejt, vagy nem tudom, vagy egy boss-t. De a boss-t azt mindenképpen szeretném. És ezt hozott le ide. Még a fenti térkép darabok sincsenek meg. Hát de szerinted
Én azt se értem, hogy hogy csináltam ezt, hogy már megvan minden. Próbáljuk erről. Ez legalább egy jó XP lerőhely is egyben. Örültem volna, hogyha ma meg lett volna az a rengeteg szintlépés, hogy tudjuk eredményesen használni a pengét, aminek itt van ők azok. Hát legalább mondjuk kézbe vehetnénk. A C-scaling az annyira nem szuper. De cserébe van benne magic, meg fire, meg minden. És akkor nem tudom, hogy mennyivel minuszolja ki. Minusz 60, tehát 90. Kicsi. De nem baj. Nézzük, és akkor ezt addig kiveszed. Így. Ez most egy penge? Két kézre veszem. És akkor van igazából duplába, aha. Hát ez szuper gyorsan veri. Oda néz, hogy nyomja. Jézusom, ez a Dancer Moves. Jaj, ez rellen a fegyver, ez nagyon jó lesz. Tonnányi rúnát elvesztettél? Hogyan? Ez nagyon metál. És figyeld? Ja, ez lenne, amikor megtüzeli meg. Ó, ez nagyon-nagyon király lesz ez, hogyha majd tudjuk használni. Ez őrület mód tetszeni fog szerintem mindenkinek. Ja, meghaltál? Ó. Azt még sejtettem. Hol volt az a penge, amit a Solitude volt? Ja, de az hol? A Ruins Great Sword is egyébként egy érdekes tematika. Esküszöm, hogy nem látom. De megvan, megtaláltam. És ez milyen fegyver lett volna, Regalia of Eukaid? Straight Sword. Lehet, ez is DLC. A DLC-ben már nagyon furi, hogy mindenhez minden is kell. Az Ordovis nagykardja az nekem szimpatikus. Bár, ha nem lenne rajtam, lehet, hogy jobb lenne a dodge-unk. Az ott nem tudom, mi volt. Ezt nem ráncigáltuk meg az előbb. Ezt lehet, hogy csak a fényt adja. Jaj, igen, nagy király. És akkor így legalább lehet tudni, hogy hova mész. Hát oda le, nem akarsz leesni. Jó. Ezt jó volt megtudni. Ez majdnem jó volt neked, ugye? Lol. De nem szabad meghalni, Kata 148. Ez a lényege, hogy ne hallj meg, mert különben elveszíted a rúnák nagy részét, aztán tudod, hogy mikor lesz szintlépés, soha. És azt akarja, hogy odaugorjak ki. Én esküvőt, szerintem itt boss lesz, valahol. Nem csak az van, hogy végig kell menned lejutni az őrület világába. Chest. Ne. Viridian Ember Medallion, ez a staminádat tolja ki. 202-t csinál, 30 stamina pontot ad beléd. Ez nagyon jó cucc. De király, és itt egy módja van a további jutásnak, a zuhanás. Halál? Nem. Felkaster? Igen. Ez melyik dungeon? Nem mondom meg. Spoiler lenne, előbb mutattam, nem figyeltél? Nem nézte. Láttátok, hogy nem nézte? Ezt meg kell találnod magadnak is. Na basz. Majdnem mindjárt vége a streamnek, én meg egy boss-t még akartam volna. Ja, de hogyha mondjuk ebben az instában megtalálnám, akkor meg is lenne amúgy. Találjuk meg. És ki tudja, hogy felfele-lefele mász. Ennek utána kellene nézni ennek a helynek, hogy van-e benne valami. Vagy tényleg csak a transport zónaként működik esetleg. És ide világítottam már. Ja, itt felvettünk mindent, ez a szar ez meghalt. És ha innen kinézve, innen ugrottál le. Nem már. Hát akkor merre volt a továbbjutás? Gondolom, hogy a standard útvonalon erre, ugye? Hát ezt nagyon furcsálom. Volt még egy hely szerintem, ahol megnézhettünk volna valamit.
Igazából nem is kell itt a létre, csak felfelé kell, hogy használd. És itt lemész. Ja várjál, bejöttem a spellcasterre, de a másik irányba nem mentünk. Aha. Itt, hogyha egyenesen végigmennél. Szart nem látsz se jobbra, se balra. Melyik volt az a DS talán a kettőben? Ahol voltak ezek a nagy sötét zónák, és akkor a fákát vindet kellett, és hogyha megütötted, ez de szar volt. Valaki leugrott? Ja nem, ezek lifttel mennek. Meg kellett ütni valami sírkövet, kavicsot, és akkor elkezdett beszummonálódni a világ összes. Az a DLC volt már. Fú, de rossz terület volt az. Talán DLC volt. Szerintem DS2-ben. Itt is felkapcsoltuk már a lámpát. Az nagyszerű munka volt, csak... nem számítottunk közben a spanyol inkvizícióra, hogyha itt lementnék. Ezt megnéztük, ide lementünk vajon? Azt hiszem, hogy igen. Itt volt fent a spellcaster Géza. Lehet, hogy tényleg nem lesz ide ment semmi. Na jó, de lent az őrület továbbá most ott fogunk szívogatni. De az a legcsicskább dolog volt ever. Amit ezek szerintem kitalálhattak. De szép volt a pengéd. Az villant a sötétségben. Hadd üljek fel egy kicsit, mert most már fáj a seggem így 8 óra ülés után. Jó hosszú volt a mai stream. De remélem, hogy mindenki megtalálta a magának való tartalmat. Volt benne PvP, volt benne sztorijáték, horrorka befejezés, hát igazából horrornak azért a csúcsúcsán azt nem nevezném, de befejeztük. Volt Elden Ring. Volt minden. Ott oda kellene megtalálni az utat befele. Alt-F42-es Rage Game is volt. Jó szar volt mondjuk ma. Nem ez volt a jó része a játszásnak. Ez itt leugrik, nézd. Lol. Mutasd. Olyan király lett volna, hogy lett volna meganimálva, hogy azok a kis kenonjába dugja bele ezt a nagy kardot, hogy agyig hatoljon. Az megvan. És láttunk itt egy létrát. Innen gondolja. Minden bizonnyal innen. Aha, ezt nem láthattuk eddig, ez király cucc. Death Knight Armor, a teljes Death Knight set. De jó. És ő nem is akar annyira támadni. Júj. A vérét hogy kifröccsentettük, láttad? Hogy felkenődött itt a falra, wow. Nem is emlékszem, hogy lett volna ilyen a játékban, ilyen gore. Szétkentük a falra. Kell neked a Death Knight set? Mindjárt fel fogunk bele öltözni. Kíváncsian várom, hogy hogy fog tetszeni nektek, én sem láttam még. Jöjjel meg, légy szíves, Jézus is. Vissza kellett volna mennünk. Egy kanyarral. Az a ruha kell neked? Tetszik neked a Death Knight-oknak a felszerelése? Új, de ocsmány volt ez a spell, azért az eléggé meredekbe küldte. Most, hogyha a Stake of Marikánál kelünk, akkor lehet, hogy lentről kelünk? Nem, ez a next level, aha. Jó, itt valahogy úgy mentünk, hogy lentről van egy spellcasterünk. De ahogy nézegettük a... Michel White filmjeit, nagyon tetszett nekünk, hogy miket nem lehet felfedezni az internet világában. 130 ezer van a Földön. Ez még mindig kevesebb, mint hány kilométert utaztak ide a romák, hogy nehogy az nyerjen, nehogy az győzzön, aki nem tud főzni. Gyere ide! És kicsit csaptuk csak ki neki a vérét, jó volt. Ha és itt fel, le, bocs. Létra, működik. Hogyha elkezdi a spelljét nyomkodni, akkor visszaállunk. Tart még? Kicska! Igen, ez szerintem olyan, aminek kitart. Pusztulj el! Szart nem látsz. És ott is van egy tárgy. Lássuk, hogy ez mi lesz.
Ó, a leghasznosabb tárgy a világon, a Ghost. Glovebird. Gyert, beöltözök, eskü. De jó köcsög van a fejeden. Itt mit csinálsz? Meghalsz? Éppen meghalt, azt láthattuk, hogy elhasalt a sztárunk. Mivel itt nincs fény, ezért én azt gondolnám, hogy azért lesz itt még egy-kettő dolog, amit meg kell húzigálni. Lehet, hogy akkor jelenik meg a boss, ha mindent össze... vagy... nem tudom. Na jó, le kéne nézni lehet. Az instának a neve Dark Light Catacombs. Nem akarja valaki megnézni, hogy van-e benne boss esetleg? Dark Light Catacombs van, mert akkor nem keresgetem ugye feleslegesen. Death Knight Helm. Ennek a statjai rosszabbak. Jó, mondjuk a Solitude-nál valószínűleg minden rosszabb. Viszont lehet, hogy úgy néz ki, hogy meghűlsz. Mindegyben kell lennie a bossnak, nem? Hát ezek szerint nem. És így nézel ki tőle. Hát Feri, nem rossz amúgy. A Solitude az jobb volt. De nem rossz tényleg. Főleg ezzel a kis sisakkal ott a fején van az a visage, tudod, amit a kolosszusokból szedsz ki. Ez nem is olyan, azt mondod. Miért van mindig hazudó? Jó kérdés. Elméletileg a legalján van. Köszi szépen, Xerlington, nagy király vagy. Hát akkor itt, hogyha másfelé futottam volna. Ez utórobban, ugye? Azt a rohadt mindenit, ez most szar lesz. Ja, mert a kis... aha, fosadékjai is nyomulnak. Jó volt. És itt kellene megtalálni. Van bent tár. Itt is van egy kanonír. És kajak, megnyomtad? Na nyom meg, akkor gyere. Kellene, hogy legyen. Lehet, hogy Death Knight lesz ide bent. És most? Nem tudtuk elolvasni. Lehet, hogy ő a boss ott fent. Te őt kell megölni. Ez akkor a Dark Knight UC, nem a Death Knight. Nem, ez a Death Knight. Range battle, regret, meg bánás. Visszavesszük, ezzel kell az armor nekünk, érezhetően nagy hiányosságokban vagyunk most benne. Gurgurblum, elvettük a csodálatos sárga virágot, de nem esel le. És itt nem voltunk még bent, nézzük, ez kinyitja neked a fényt. Miért nem olyan, mint amilyen Death Knight-on van? Nem tudom. Miért nem olyan? Ezt mondjuk, erre gondolhattam volna. Nézd, lejött a platform, ami áll középen. Lehet, hogy ez volna a boss. Gyenge amúgy, látod? Itt a szar. Great Glove Ghostword. Aha, és oda leugrani. Ah, chest, meg minden van ott. Gondolom, hogy innen tovább. Tudtam én, hogy jó lesz, hogyha visszajövünk, mert ez egy durvi hely. Itt van a Big Mouth Imp Ashes. Ez azt jelenti, hogy mostantól lehet summonálni magunknak ilyen nagyszájú impeket. Már aki számennel játszik. Nem fogom én azt megsérteni, vagy lehúzni, vagy lefitymálni. Megteszi a saját magának is. Na nézzük. Ez pedig egy lépcső. Innen mennél. Oda nem kell lemenned. Üresség. Itt mi van? Van még ilyen, amelyik tüzelne? Nézzük meg. Ott volt középen a szar, és egyfelé mehetsz, mégpedig erre. Hát a legalján kellene lenni egy bossnak. No enemy ahead, köszi. Először próbálj visszakarodni, keresd a... Ja jó, de én ezt megtaláltam, haver.
Keresd a kard, de szerintem megtaláltuk, nem? Vagy legalábbis a fényre gondolt. És akkor most, hogy az megvan, akkor most itt van egy lemenetel továbbra is. A legalján állítólag létezik ennek egy boss. Figyelj már, a boss, Serlington, nem tudom, hogy látod-e, az a Jenő, vagy Gyuri, vagy Jenny, hogy mi volt a neve? Az a Spellcaster, tudod, nem az? Ami az alján van, mert vele találkoztunk. Mocskos mélyre megy le. I don't know. De akkor honnan tudod, hogy van-e boss? Na, hát ott alul semmi nincs. Itt pedig már kifele jöttünk szerintem a boss arénába. Ja, ez ennek volt a legalja, és akkor itt volt a boss aréna. Hát ez fájdalmas. Ez fájdalmas, és a legszarabb, hogy akkor ez a rész megvan, itt idáig jöttünk, Abyssal Woods, na jó, menjünk még néhány lépést ott a Fos-tengerben, hát ezt nem így gondoltam, 169, szerintem nem fogjuk felvenni a kolosszális fejszét, mert nem indokolt nekünk annak használata. Várjál, Black Knight, Death Knight, és ezt a szetet használtuk, igen. És van olyan is, hogy Black Knight Gauntletek, Mesmer Soldier, nem? Nézzük, ezt beharapjuk, szerintem ez adjon azért egy 200 ezeret, legyen szíves. 30 ezeret adott a beharapás, hát ez hülye, hát akkor inkább használtam volna a fejszét. Nem tudom, miért gondoltam, hogy ez ilyen sokat ad a DLC-ben, vagy ilyen keveset leginkább. Megtalálván ezt a helyet, a hátunk mögött volna a következő zóna, amire rá kéne menni. Itt errefele. Aha, ott a gigapockányok laknak, ott pedig a nagy lepény. Hát ez már a kerekerdő közepe, úgyhogy talán itt ez érthető. Várj. Csöndesen. Jó. Majd mindjárt várok, várjál. Szevasz Engine, hogy vagy? Mi a helyzet? Jó estét kívánok. Remélem, hogy jól vagy. Az űrlet földjére kalauzollak el ma este téged. Még néhány percig, amíg be nem fejezzük a mai epizódot. Edd ki. A brutális pockányokban. Broken rúnák. A megtörött rúnák. Elden Ring 2000. Na nézzük. De szar lehet, amikor az agyadban végig feltudják a gerinced mentén ezt a brutális szolicsütpengét. A magány kardja. Még ez pont nekünk való, mert karakterünk soha nem summonál, tehát eléggé magányosan küldi. És akkor itt elkerülheted azt a fenti, vagy lenti ízét? Aha. Viszont lehet, hogy erre jobb lenne. Nemrég sikerült befejezni a csodát, egy hétig nem akarok szóval az legémet elindítani. Akkor ezek szerint jártál erre. Alaptérképen lehet vissza kell menni. Én a roundtable-be visszamennék, igen. De nem tart sem eddig, egy RB és kész, ott vagy. Egyetlen gombnyomással oda teremhetsz. Kettővel úgy nézed. Ezek írthatóak. Kell megjönni, mert én nem láttam. Térkép, RB. Ez erős, erős. Várj, nem. Térkép, RB. Kész, ott vagy. És egy X-et nyomsz. Három gombnyomás, bocsánat. Miért mindig szar? Igen, ezt én sem értem, hogy ez a hely miért kihasználatlan. Tudod, hogy mit kellett volna ide berakni? Skadutrina, hagyjál már a hülyeségeddel. Fingers, but still no hole. Ez nem finger, ez egy fatemajom. De beraktak volna nekünk egy valami feltápoltabb verziójú mondjad már micsodát. Ulcerated Tree Spirit, vagy mi volt annak a neve? Na azt! Érted? Itt izé eltekergett volna ott a körbe, a C betűbe, befért volna, jó lett volna.
Nem szólt volna senki semmit, csak legyen már valami. Hát három izé varázslót odaraknak aztán akkor. Ez a hely, ez nagyon szomorú. Őrület, hogy milyen. Kettő nagy területet is találtunk eddig, ami üresen van hagyva, és csak reménykedhetünk benne, hogy valaha fel fogják majd tölteni. Bár, lehet, hogy sietniük kellett a kiadással, mert már így is sokat csúsztak talán. Mióta várták már az emberek, két éve megjelent a játék, hogy legyen valami. Meglátott? Nem, csak parák a hangok. Üres ez a rész is, igen. Vadászni kell a bosszok. Az alapjátékban is kellett vadászni a bosszokra, nem arról van szó. Meg ott Ctrl-C, Ctrl-V volt. Itt is már volt kettő ugyanolyan sárkány, és volt kettő ugyanolyan... talán Death Knight, volt kettő ugyanolyan mackó. Tehát, hogy már találtunk Ctrl-C, Ctrl-V-ből hármat is. Volt a Hippo, volt a Lion, volt még a Rellana. Volt a Putrescence, volt a két kula kicsi, kis izékbe, dungeonökbe. Hova a francba megyek már megint? Elfárad az ember, mire itt végig. Marika van. Aha, hát itt akkor lesz valami. Vagy nem? Ne, tényleg megint csak izé rejtek? Aha. Azt az elcseszett minden itt neki. És csak ott áll, az nem mozdul? Mozdul az, csak nem... Hányadik részén vagyunk már? Ha most az északi részén vagyunk fenn. Hogyan be ennyire vertikális a map? Hogy össze-vissza mész fentre, lentre, mindenhová? Hát nekem ez így nem mondom. És rosszkor jöttem, mert az ott szembe pont erre jön. Ez a szar, ez megfordul utánunk. Szaladás. Szaladás. Jó az, kibírja. Na az őrület. 222 000 van a földön. Még megy. Még megy neki. Majd ez innen már leszív, nem? Két csicska szar. Test, mehet? Nem. Közel vagyunk, de nem vagyunk elég közel. Aj, de fos ez a hely, te! Azt a büdös mindig, 220 000-et nem hagysz a földön. Egy helyen vagy háromszor, csak más szinteken. Nekem ezzel nincs bajom. Legalább jól kihasználják a területet. És izgalmas a felfedezős része. Lehet, hogy balról kellett volna menni. Ha elkapnak, akkor vége van. Akkor 220 000 ott marad. Így is ott van. Tehát először el kéne jutnunk odáig biztonságban. Lehet, hogy nem a jobb oldal volt a megfelelő, mert az meg arra mászkál. De itt meg hogy mész át? Haza akarok menni, ha nem csodálom, haver. Kutya! Kutya! Most ez arra megy. Lehet, hogy most kellett volna átmennem a másik irányba. Egyszer észrevesz, akkor vége van. Pairing required ahead. Valaki beszaladt ide, látszik. És megfordul és ide jön? Majdnem már. Istenem. Legalább küzdhetnék vele. Csodával határos módon éltük túl az előbb a találkozásra. És amúgy, hogyha a növényre rámész, akkor is meghalsz ám. Melyik lenne a jó, hogyha a következő mob az éppen úgy érnék oda, hogy el van fordulva? Mit nézegetsz ideben? Ne, ezt szerintem a Bloodborne-ban oldották meg jól. A Nightmare of Menzies-ben. Azt hiszem az volt a... helynek a neve, ahol megküzdöttünk Mikolással, és ott szerintem sokkal jobban ki volt ezt találva. Ezek a sokszemes mobok, tudod, amik nyomták rád a rosszat.
Ez jó így. Nem lehet őket megölni, sebezhetetlenek. Most kajak, ide fogsz jönni? Miért jössz ide? Szevasz, Szerlington, jó pihenést. Nem, hát ez arról szól, lopakodós játék, mert eddig nem volt ilyen a Elden Ringben, most lesz. Ugye most nem azt akarod mondani. Fel kell vennünk. Holy shit. Fel kell venni. Megvan. Eddig jó. Még meg lehet. Amíg van stamina, addig minden jó. Ott van a izé. Jaj, ne egy ilyen megfles. Jaj, te rohadják itt. Sikeresen felvettük, de közel vagyunk a megoldáshoz. Annak a valaminek a megoldásához, aminek még nem is tudjuk, hogy van egyáltalán bármi értelme ebben a játékban. Mi a szart művelünk? Várjál már, most máshova tett le. Ugye most... De most miért? És hogyha ide visszajönnék esetleg a Reprimand Fortba, akkor nem ugrálhatok le itt? Gondolom túl magas valami. Á, mocskos magas, hát hány liften keresztül jöttem. Azért ilyen rohadt messzire eltenni. Igen, ez egy csicska dolog. Csicska dolog. Senkinek nem kellett ez a... Sem a terület, sem pedig ez a szívás. És az, hogy elveszítsek itt most egy szintet, az meg aztán pláne nem. Ha észrevesz, véged van. Oké, semmi baj, nyugalom. És ez még csak az eleje. Na jó, még elszórakozunk itt egy kicsit. Bár le kellett volna állnunk már ma estére 10 perccel ezelőtt. Össze szeretném szedni a rúnákat legalább. Közel legyünk egy szinthez. Ezt a részt valaki biztos hétfő reggel kávé előtt találtak, én nem tudom, hogy mit csináltak, de istentelenül fostos. Nem szórakoztató, idegtépő. Jó, mondjuk lehet, hogy nagyon sok mindenben rámentek ebben a DLC-ben a játékos türelmének a tesztelésére, úgymond. Torrentet nem használhatod, nem tudsz el jalni mellettük. Azt mondja, hogy itt volt valahol a steak, ugye? Emlékeim szerint. Jó felemész, csak nem jó felemész. Amúgy meg itt középen látod, ott fel se tudnál ugrálni. Még ha megpróbálnád egyébként a másik irányt felfedezni, ez olyan, mint egy csiga. Csiga irányban megy. Itt van a steak legalább. De rohadtul nem akarok itt feléledni többet, csak fel akarom venni a cuccaim és húzzunk el innen. Fa! És ez ide fog jönni, ugye? Hát, hogy azt akarják, hogy menjünk a fák között itt hátul. Ah, de hát fostos az, mert erre jön. A másik meg a világ másik részéről vett minket észre. Amikor nem tudtunk átmenni a gyökérnél. És merre fog menni? Most látjuk innen. Fú, te. Meg van magyarázva, miért szállt inába bátorság a lónak? Lehet, hogy ezek miatt. Na tudod, hogy a másik rád fog nézni, vagy éppen nem rád fog nézni. Ez most a rossz. Uramisten. 220k. Fordulj már meg, te majom. Itt remeg a karakter, mint a fos. Nézd meg, hogy fél. Kajak. Jó, megvan. Semmi baj. Nem baj, még meg lehet. El kell érni odáig. Azt a rohadt minden itt neki. Gyerünk. Megvan.
És most megint visszarak a fosztosba? Tehát megint a másik oldalon kell kezdenünk? Mert akkor én itt hagyom, aztán majd visszajövünk érte, vagy nem tudom. Hát ez 222-be kerül nekünk ez a baromkodás itt. Nem kellett volna beharapni ezt a 30 000-es, ez a te rohadjál meg, jól van. Jó, hát tudjuk, hogy hol vannak a cuccaink. Innen kell majd felvenni őket. Candy tegnap elspoilerezte nekem, hogy itt volt valami dungeon. Olyan volt, mint ez a hely, csak ezt most már nem tudjuk megmondani, hol ez. Hogy hogy nézett ki? Western Nameless Mausoleum, ő megtalálta a délit. Annak valahol itt kell lennie amúgy, ezen a kék területen szerintem. Az valahogy biztos, hogy könnyebb annak a megtalálása. Nicholas Cross, nézzük meg. A partvonalon. Ez 222 000. Hát fel lehet venni, tudod, meg lehet nézni, hogy mikor mehetsz át, de... Gyere, Torrent, gyere. Nagyon rossz volt ez az egész haver. Na jó, hát jó, de tudod, a... Most már tényleg látszik az, hogy vannak jó epizódok ebben a végigjátszásban, meg vannak a rosszak, és most ezek miatt, a mobok miatt valószínűleg ez is egy rossznak minősül. Hogy ezzel így szívózunk. Az Insta az nagyon király volt, az tetszett nekem, azon nem volt semmi gondom. Itt ez viszont megint fos. Tehát tényleg az, hogy vegyes értékelések peregnek, de szerintem fúj, jogos. Nézd már meg, hogy miket kell csinálni. Hát ez jó. Tehát ez az, amit a Elden Ring játékosok kértek, hogy nehogy véletlen megölj valamit. Biztos, hogy nem ezt kérte senki sem. Meg jön a boss és nem táld el. Na, nem akarok idegesni, mert nem vagyok ideges, csak azt érzékelem, hogy itt azért rossz döntések meg lettek hozva. A Western Mausoleumot keressük közben. Hát, ha megpillantjuk, aztán bemegyünk és gyorsan elvégzünk ott egy kis feladatot. Mi a helyzet Tírne? Úristen, very big. Az lehet, hogy túl mély. Szeretnél eljutni ide a kék területre? Lehet, hogy ez a magúzó, de ez nem ez, ez a leborult fal. Körbe kell menni az egészen, hogy lejöhess. Csodálatos fizika flaskát nem akartam volna elnyomni, csak ugye ott az előbb arra mentünk rá, hogy maradjon HP-nk a találkozással a majmokkal, vagy találkozás után a majmokkal. Ez fájni fog? Akkor 220-kára hagyjon meg. Na, még egy kicsit lehet, hogy előrébb kellett volna szaladni ott. Bár nem is biztos, hogy onnan lemehettünk volna. Húzzunk, aztán nézzünk egy filmet a Dixordon. Idegesítő volt ez a mai epizód. Nem, a hipó az jó volt. Voltak jó részek, de inkább kifarmolom azt a 222-t. Offline, a izénél. A... Itt. Tudod, ahol a mognak a izé, ahol a DLC indul majdnem. Mert itt egy mob 2000 és mindegyik fekszik. Tehát gyakorlatilag 5-ször körbemész és megvan a 220k. Ezt még vissza lehet hozni, amit itt elvesztettünk volna. Na hát level 190-nél van Feri néni most már. Változó gírben. Ez a mai, ez egy új felszerelés volt rajta. Tök jó volt látni, hogy ez a DLC fegyver, ez amit rögtön, amikor bemész a játékba megkapsz. Kb. A... Balra fordulsz és ott van az Insta, csak meg kell ölni a boss-t hozzá. Ez nagyon könnyen megszerezhető. És egy szuper OP, szuper király, meg fun, meg gyors, meg nagyot ver. Ahhoz képest, hogy Greatsword, ez írdatlan nagy damage, amit sebességben nagyon nagy. Jók legyetek, aztán nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma este is velem tartott. Most már 8,5 óra után elfáradtam, elmegyek zuhanyozni. Muszáj ennem is egy keveset, meg jó lesz, hogyha... Egy filmet is nézünk még a Dixordon. Meg kell vágni a vodokat, még a tegnapiakat át kell tenni a YouTube-ra. És hogy hát átmentek, csak még nem lettek megcímezve, címkézve, meg mindent is csinálva. Na, megnézzük, hogy ki van még online ilyenkor, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Van valaki, aki Elden ringezik. Aha, jó, és ő most olyattól, amit mi már toltunk, menjünk is át oda Bogyóhoz. Jó éjszakát és jó pihenést. Ja, és a patronusokat ma már felsoroltam, nagyon szépen köszönöm nekik a támogatásaikat, köszönöm szépen, akiket nem soroltam fel, YouTube-os támogatóinknak, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Bab Hercegnek, Bucsernek és Neomacskának a támogatásukat,
Köszönöm szépen, hogy az xzone.hu támogatja a channelt. Na, csá-csá!